műsor az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mit gondoltok erről az Imány a Judo esetről? Azért két mondatot beszéljük, minden címlapon ez van, mindenki erről beszél. Odaért Linda. Mondhatni tulajdonképpen az ország Lindája odaért. A sors kiszámíthatatlansága. Én azt érzem ebben az egész sztoriban, hogy szinte hihetetlen, hogy két ember, akik közül az egyik sem annyira ismert, valahogy összefutnak egy bárba, mind a ketten magányosak, odállnak egymás, mert persze, hagyjál. Jó, vázoljuk a történetet, nem biztos, hogy mindenki olvasta az újságot, nem biztos, hogy mindenki tudja még Linda, meg Jude Law, hogy most miről is van szó. Ugye Jude Law egy nagyon híres angol színész, aki itt forgat most Magyarországon valamilyen, nem tudom, milyen kémes filmet, ebben van a Jason Statham, játszik benne. Igen, és, Spy. Spy, igen. Ez a film címe, Jude Law pedig teljesen közvetlenül viselkedik, belemegy a budapesti éjszakába, elmegy mindenféle szórakozójákra, Kazinczy utca, romkocsma, egyszer jól érzi magát, és úgy látszik, hogy vannak magyar barátai vagy ismerősei, akikkel ő ugye jár szórakozni. Ez nem megszokott egyébként a világsztároktól, ugye, hogy így belevessék magukat a budapesti éjszakába. Tőle azért valamilyen szinte megszokott, mert hogy ő azért... Nem tőle, a világsztároktól. Igen, tehát, ha valaki idejön, azért nem nagyon jár kocsmáriumban. Igen, tehát nem jár kocsmázni, testőrök veszik körül, nem mozdul ki a szállodába, bemegy a szedbe, leforgatja az adott forgatási részt, visszamegy a szállodába, kész, zéro, nem nagyon találkozol vele. Na, hát Jude Law ki sem mozdul az éjszakából, tehát nappal alszik, éjszaka vadászik, olyan lett, mint egy kisfuk. És ugye... És laza egyébként, mert hogy amúgy egyáltalán nem folytat semmiféle rejtezkedő életmódot, olvastam, hogy ő kisbe jár egyébként a szállodának a főbejáratán keresztül, igen. Bárkivel szívesen fotózkodik, odaáll, autogramot ad, és egy kicsit így felül kell bírnom saját magamat, mert amikor megérkezett és rossz kedvű volt, akkor pont azt mondtam én, hogy hát milyen rossz fejek ezek a filmsztárok. Most ő mit mondtam én akkor, hogy miért ne lehetne valaki rossz kedvű, ja. Attól, mert éppen valaki jó fej. Nem? Tehát éppen rossz napja volt, hát most nekünk is lehet, bárkinek lehet, hát attól ő nem, ugye, de te is, aki ebben Jude dolgozol, ha egyből... most hallasz, megkövetlek, bocsánat. Nem kapott inni a repülőn, azért volt igen, rossz kedve. Egyből rányomottad a bélyeget, hogy hát már nem mosolyog, már milyen rossz fej. Közben halál közvetlen, tök normális, csak akkor éppen fáradt volt, utazott egy csomót, lehet, hogy Amerikából jött éppen forgatásról, ki tudja, nyugos volt. Na minden, nem is ez a lényeg. Tegnap vagy tegnap előtt este ugye a Melindánk ott volt. Zimány, nem a Veszprémi. Örben óra. Linda! Ja. Ott volt ugye, ahol Jude Law bulizott. Ez tegnap történt, vagy tegnap előtt történt? Ez mi? Tegnap éjszaka? Ez tegnap került fel az internetre. Aha, ez tegnap előtt történt. Tegnap előtt. Ja, igen. Uh-huh. Oda keveredett hozzá Zimány Linda. Hát... A sost kifüggesztett. De most értem, hogy érzem, hogy ezt kezded el piszkálni, hogy mit keres. Várj, mindjárt megnézzük, hogy ki melyik oldalon van. Mindjárt, várj, nem menjünk még ennyire elő. Mindjárt megnézzük, hogy mit keresod meg. Mi történt, azt még mondjuk el, és akkor utána mindenki elmondja, hogy mit gondol az egy ügyről. Mert szerintem mindenki máshogy gondolkodik. Kicsit. Ki a hibás? Jude Law három gyerekes családapa, a barátnős. De szerintem még felesége nincs, csak barátnő. Nincsen. Vagy a Linda. Hát így van, élettárs. Lefotózták, vagy készült róluk egy kis videó, amit szerintem a Linda tudott, hogy az a videó forog. Aha. Aztán meggyőződés, ami neki ez jól jön. Ugye egy kis telefon volt beállítva, ugye a bárpult mellé, és végig, ahogy ott a Jude Law, hát makonya részegen. Linda nyakába borul, történik egy heves kis csókváltás, majd állítólagosan, de ez már ugye csak állítólagosan, szemtanúk szerint közösen távoztak, beültek egy taxiba. Vagy most Lindát kitették-e, vagy... Vagy költséghatékonyság ennyi. Nyilván, vagy csak spóroltak, szétdobták. Vagy erre menjünk ketten. Aha. Igen. Na. Hát, hogy van ez? Hát szerintem halálosan ócska ez az egész történet. De miért? A Linda szempontjából én azt gondolom, a Linda szempontjából? Igen, a Linda de miért a Linda szempontjából? Hát, hogy én ezt megmondom, összeden elég nyomorultnak tartom. De tehát, hogy rárepülni egy olyan filmsztárra, akiről egyébként köztudott, hogy kikapos, hogy neki már több problémája volt korábban azzal kapcsolatban, hogy ő azért nem nagyon bír a vérével, tehát, hogy akkor feleség mellett is, barátnő mellett is ő azért féle-féle lépegetett. Volt olyan esküvő egyébként, ami az esküvő előtt közvetlenül kiúsult meg. Hát meg, van ez ja, úgy. Persze, igen. De miért a Linda szempontjából egyébként? Akivel, hát... De magyarázd meg, kíváncsi vagyok, hogy miért a Linda? Te azt mondtad, hogy a Linda ebben a hunyó, vagy hogy ez milyen ciki, vagy milyen kertlen, de miért a Linda? Hát te is említetted például, hogy erről egy videófilm, véletlenül egy videófilm. Valaki ott volt egy telefonon, amiben véletlenül belenézett egyébként, egészen konkrétan belenézett az objektívben Linda, hogy de természetesen nem azért, hogy azonosítható legyen egyébként az arcára. Másrészt pedig Jude Law a felvétel alapján olyan
makkonya részekből, hogy azt se tudtam, mi történik körülötte. Tehát, aha, hogyha ha most mit tudom én, délelőtt valahol bevásárló utcában a szomszéd asztalhoz leül, elkezd kávézni, kapucsin, az egymásra kacsonnak, odaülnek, és elkezdenek beszélgetni, akkor azt mondom, hogy talán történik akkor valami. Akkor kérdezek más, akkor ez van, így jó. Van feleségem, én lemegyek egy szórakozó helyre, és nagyon berúgok. Igen. És van gyerekem. Igen. Mondjuk három attól a nőtől, aki egyébként itt van velem, és oda jön hozzám egy nő. Ha? Igen. Akkor a nő a hibás? Nézd, tehát, hogy azért az alkohol lesmárolom azt a nőt, az embernek az érzékeit. De meg... az nem, az na, de ha én lesmárolom azt a nőt, és az a nő mondjuk visszasmárol, akkor a nő a hibás, hogy egyébként én lesmároltam? Figyelj, szerintem... Úgyhogy nekem mondjuk van három gyerekem? Egy józan és egy részeg ember közül szerintem a józannak kell döntést hoznia. Na most a családi állapotokat derítsük már föl egy kicsit, én nem vagyok a Jude Law sztoriban otthon. Hát Jude Law, hát nem. Jude Law-nak van három gyereke. Nem tudom, hogy ő most kivel van. Igen, de nem a gyerekei anyjával van. Nem azzal van, bocsánat. Három gyerek valahol van a világban egy anyukával, Jude Law fizeti a tartásdíjat. A Zimány Linda esetében nem tudom, mi van, jár-e most valakivel? Hát, szerintem mi sem tudjuk. Jó, tehát ha két, tételezzük fel, hogy két tök szabad ember állt egy kocsma pultnál, mert ez Budapest egyik kedvenc szórakozó helye, miért? Mert a rossz indulat van benned megint. Hát miért nem mehetett oda a Lindus? Hát igen. Meg... És lehet, hogy a fel se ismerte. Lehet, hogy nem is tud. Egy részeg angol. Egy ittas angol. Simán lehet, hogy nem látta a Hideghegyet, vagy a Sherlock Holmes filmeket. Nem látta, én se ismerném. Figyelj, Jani, én abban egyetértek lehet, hogy tök ciki a Linda is. Tök ciki, hogy valaki megérkezik, és egyből ott, és egyedül kívánom, hogy halál ciki. De nem a nő tehet róla. Tehát abban szerintem nincs igazad, hogy egy ilyen szituációban most elvonatkoztatunk tőlük, te mondjuk nagyon berugsz. És elmész szórakozni valahova, és neked otthon van a feleséged meg a gyereked, és mondjuk te smárolsz egy nővel, te hazamész, az nem állja meg a helyét, hogy azt mondod, hogy én csak ittam, rámugrott. És az a szemétnő odajött, és egyébként lesmárol, de hát ő nem tudhatta valahogy, nekem feleségem van, azt egyik nő se veszi be. Tehát az szerintem ebben a formában nem áll meg. Az más kérdés, hogy hazánk celebritásaiból egy-két csaj, ahol ugye híresség van, azonnal fölbukkan. Ugye, hát tulajdonképpen értető okokból. Ezt azért szerintem mindannyian tudjuk, nem kell nagyon ragozni. De hogy értesz, hogy ebben az esetben mondjuk függetlenítsünk a Lindától ebben a szituációban, szerintem nem a nő a hibás, más kérdés, hogy tök ciki, abban igazad van. De ha most te hazamész, vagy én hazamész, és azt mondom, hogy drágám, én olyan részeg voltam, odajött a nő, megcsókol, azt se tudtam, hol vagyok, hát muszáj volt nekem is lecsókolnom. De hát nem tudod ezt megmagyarázni egy nőnek. De kint tudsz inkább fogást találni ebben az esetben? Szerintem a józan emberen, aki ráadásul valószínűleg célirányosan ment oda. A félig benyomott, egyébként külföldön, illetve nem félig, hanem teljesen benyomott, külföldön tartózkodó, egyébként köztudottan kikapós sztárhoz, vagy a sztárral kapcsolatban, hát most mi ez értem, a kikapós? Én ezt nem értem, ezt a szót. Hát, hogy aki arra jár, azt ő kikapja a sorból, aztán valaki. Az, aki hát ezt nem tudom, mit jelent, hát, mi a kikapós. A kikapós az annyit jelent, hogy ezért, hogy hajlamos elmenni ezzel az csajozógép, macsó, ez a kikapós. Igen. Egy letedő akrobata. Nem, ezt nem volt meg, mi ez a kikapós. Aha, de most értem, hogy akkor mit mondasz. Egyébként meg baj van a sztorival, hogy ők összesöndöröttek? Nem, hát mindketten a munkájukat végezték. De hogy van baj, miért? Hát, szóval nem, két egészséges potens. Figyelj, ember. Csajozással, pasizással semmiféle probléma nincsen. Aha. Csak amikor ilyen, tudod, ez az első látásos szerelem, nem meg összejövök, meg akármi. Figyelj, senki nem beszél szerelemről. Olyan fura, hogy bárki mással össze lehetne ott jönni abban a bárban nyilván, és lehet, hogy még nála jóképű pasik is akadnak, hát, de hogy vagy életlenül. De figyelj, gondolkozz a életlenül egy világsztára. Nem tudok sajnos, mert... Együtt van a Jude Law-val, nincs egy... De miért ne jöhetne? Mondd meg nekem, hogy miért ne jöhetne össze a Jude Law-val. Akkor mondj egy indokot, hogy miért ne. Ha azt mondta, hogy ő a hibás. Miért ne? Én nem azt mondom, hogy nem jöhet vele össze. De akkor mondj egy indokot, én hogy miért ne. Én a dolognak a célirányosságával nem értek egyet, hanem én nekem ez a, ettől bűzlik ez az egész történet, hogy oda megy, és annyira kilóg a lóláb, annyira látszik, tudta, hogy de miért baj, van, valaki oda szólt neki? Tehát, hogy honnan feltétel? Miért baj? Hát, mert azt mondja, hogy figyelj, fölhívták, hogy figyelj, itt hát van nekem a... nem baj, hát semmi csak kérdezem, hozzá. Fölhívták a Lindát, és azt mondták, figyelj, itt van a Gosd udvarba, gyere le. És a Linda azt mondja, hogy nekem kell a Jude Law, lemegyek. Megszerzi magának. Hát oly sok embert. És azért csinálok róla egy videófelvételt is a biztonság azt kedvéért, tudjuk, hogy aztán később majd öreg koromban majd össze megnézegethessem az összes többivel együtt. Jól fog kinézni egyébként a celeb portfóliójába a Lindának. Hát nem. Hát azért nézd, nem akárki került bele. Egy celeb csaj vagy, aki abból él, hogy címlapokon van egyébként, itt fotózzák, ott fotózzák, neki ez nyilván jó, tehát én az indítékot értem. Az, hogy
az, hogy nekem sokkal jobban érdekel, hogy találja meg Jude Law-t. Nekem most azt mondja valaki, találd meg a Pest éjszakában a Jude Law-t. Hát én ott kóborolnék valahol, Visegrádi utca, Kazinci utca, Bazinka. Érted? Most azt mondja, Balázs, ismered a Bazin? Én is kimennék a Gilicetérre, ott körbenéznék. Előfordulok egy-két szórakozó, talán ismerem is a pesti helyeket. Azt mondják nekem ma este, barátom, figyelj, ma elmegyünk Jude Law vadászatra, megkeressük. Maragolnék ott a Kazinci utcában, jönnék, mennék. Hogy találja meg? Hogy tudja, hogy hova kell menni? Nem ez az izgalmas ebben? Honnan tudja az imány, hogy hol van a Jude Law? Ha megkérdezte. Elnézést, ne rövjön. Merre szórakozik ma este Jude Law? Ki az a Jude Law? Ja, na mindegy. Én se láttam egy filmet, csak olvastam a Velvet-en, hogy ő az így. Szóval szerintem egyébként, ha mondjuk függetlenedünk attól, hogy ez mondjuk az imány meg a Jude Law, én abban nem értek egyet, hogy egy részek palit, ha egy nő kihasznál, akinek egyébként családja van, ott a nő a hibás, mert szerintem nem. Abban veled egyet értek, hogy egyébként maga a sztori nyilván halálosan nonsense, hogy Zimány Linda bekeveredik Jude Law mellé, de Zimány Linda is egy ungarikum. Nem? Tehát, hogy... Pontosan. Hát, végre valaki dolgozik ebben az országban. Pontosan. Végre valaki dolgozik, teszi a dolgát. Imidzsépítő. Imidzsépítő. Jó nő, angolul beszélő jó nők vannak Magyarországon. Figyelj. Ezt fogja mondani, hogy... Hát, nekem inkább a Rui kocka. A Jude Law-nak kellett volna azt mondani, hogy hoppá, állj meg, gyerekek, három gyerekem van, családom van, makonyarészek vagyok, vagy kell egy barát, aki elrángatja. Tehát akkor én elvártam a barátomtól, hogy rángasson el, érted? De hogy én hazamenjek, most ha hazamennél a Mónihoz, vagy én a Vikihez, és tényleg azt mondom, hogy olyan részek voltam, azt tudom, ki van csókolóztam. Így tudom, hogy fura számból... lekapnának a tíz körmünkre, téged és engem is. Keresztre feszítenének. Tudom, hogy az én számból ez nagyon furcsa, hogy ezt a szót használom, de nekem kicsit az elegancia hiányzik ebből a történetből, a Linda részéről. Érted? Hogy egy részek pasival nem kezd, nem járok oda megyek hozzá, tudom róla, hogy nagyjából, hogy milyen, már olvastam az újságokban, és akkor látom... De Jani, nem ilyen világban, én értem, itt van, azért nem ilyen világban élünk, ahol a nők... Hogy nem ilyen világban élünk? Erkölcs meg morális van a világ. De az esti szórakozó hely nem így működik, ott van egy csaj, ott van egy gazdag celeb, és azt mondja a csaj, hogy ó, igen, baromi jól néz ki, baromi híres, baromi gazdag, én is híres lehetek egy kicsit. Ezt nyilván lehet, hogy fölrakják már nemzetközi sajtóba, ide-oda, írnak róla, megfutatom magam, de hát erkölcs is, morális van a világ. Hát. Inkább hívok neki egy taxit, hát azért ez a világ, ez nem ez a világ, amit te mondasz. Én értem, meg ez nagyon szép gondolat, de azért nem ez a világ. Nem velük. Egyébként meg ez zajlik a Pest éjszakában, tehát lemész ott azért nem így, ó, ott egy részek férfi, ráadásul Jude Law, hívjunk neki egy taxit, ne menjünk oda, ha közel hozzá. Tehát ez kicsit ilyen múlt századi. Egyébként is Linda csak tartotta magát a mondáshoz, hogy ajándék Lónak, ne nézd a fogát. Ennyi. Egyébként nézd, nem mondott nemet, tehát ott azért ő kezdeményez a videón, azért az tisztán látszik, hogy ott ő nyomul, ugye jó, rendben van részeg, majdnem lefejli a pultot, de ő nem mond kvázi, a Linda mászott a... Azt se tudja, hol van. Annyira részeg, hogy... Nem halljuk egyébként, hogy mit mondott a Linda. Tehát, nem hogy, halljuk, hogy de... miről szólt ez a beszélgetés, azt látjuk, hogy Jude Law nem nagyon fogja ezt a beszélgetést, hiszen egy másik dimenzióban tartozik már akkor. Igen, na de most figyelj, a három gyerek egy családapáról annyit, hogy ő neki most van egy barátnője a Jude Law-nak, egy Ruth Wilson nevezetű hölgyemény, aki itt van vele Budapesten, mert a Deák téren lefotózták őket. Hát ott honnan úgy szépen. Na most várjál, ők már baráti viszonyban vannak, tehát ő ebben a pillanatban azért fontos elmondani, neki ez egy lezárt házasság, neki két felesége volt, az elsőtől van három gyerek, a második modell barátnőjétől nincsen gyereke. És van egy barátnője, aki állítólag baráti kapcsolatban vannak ők már csak, aki itt van egyébként Budapesten. És két független ember volt ott a Pesti éjszakában. Ez a probléma. És tényleg rájöttem, hogy rossz indulatú vagyok, mert nem valójában baj, itt ez az egész történet csak arról szólt, hiszen eszembe jutott, hogy a Linda is lenyilatkozta nemrégiben, hogy ő szeretne ugye filmszínésznő lenni, emiatt egy ideig az Egyesült Államokban is tartózkodott. Szerintem ez az egész csak arról szólt, hogy ő megtudta, hogy a befutott komoly hollywoodi színész, ott tartózkodik abban a bármi, és oda akart menni hozzá, és meg akarta kérdezni arról, hogy vajon hogy kezdje a pályafutását. Hát először próbáljon vállalni kisebb szerepeket színpadokon, hogy menjen el, vállaljon el ezt, vagy hogy ki lehetne az a színész, akitől tanulhatna, melyik lehetne az a színistúdió, hogy hol, mint, aztán, hogy és a Jude Law belesuttogta a megoldást a szájába. Így van. Hát látod, hogy milyen naiv vagy. Hát az nem a Linda múlt, hogy ez a Jude Law, ez egy ilyen kórhely állat, hogy aztán jobb berúgott előtte. De nem lehet, hogy a Linda bemutatkozott, hogy Jude Jack, és oda Jude Law, Jude Jack. Jude Jack, Jude Law, mit van? Jude Jack, Linda. Ó, távoli rokona. És elindult egy ilyen boncolgatás, és a Jude Law már odahajolt, hogy tényleg névrokonok vagyunk, drága Lindu, és akkor ebből elindult. De csak ezt kérdezte egész közelről. Átsutottak egymás szájába, hogy névrokonok-e, érted? Nem tudjuk, mi lett az este vége, mert szerintem a pali harc képtelen volt. Tehát én azt gondolom, hogy ennyi.
Tényleg, ennyire részegen, ha ennyire részegen, ha még teljesített is, akkor nagyon nagy lepedő akrobat, mert azért, na, lássuk be, hogy nem hiszem. De nem hiszem? Igen. Voltam hasonló állapotban, akkor mesztelenül ébredtem egy játszótérre hajnalban. Oh. Tehát... Igen. Tehát, hogy ebben az állapotban már nem tudom, hogy mire vagy képes. Itt olvastam egy-két kommentet ez ügyben, mert tényleg érdekelt, itt tegnap rákerestem a neten. Hát azért a középkori inkvizíció az kutya fülehoz képest, amit mondjuk az Imány Linda kap. Tehát gyakorlatilag a kommentelőknek hát biztos, azért nagyon voltak előzménye is. Persze, jó, de én azt gondolom, ez mindig így, hogy gyerekek, egy ilyen esetben a nő a ribizli. Persze, egyértelmű. Ez van a kommentekben. Így van. Gyerekek, ha Linda független... Hát független, most nem, én azt én mondom, nem tudom. Hát a Linda, nem is nem érdekel. Én se követem. Hallok dolgokat, de nem hiszek el mindent. Csak a felét. Az is sok. És még egy kis becsukom a szemem, hogy... Most a független, hát akkor miért nem figyeljetek, ezért örülök ennek a műsornak, mert tényleg itt érvek, ellenérvek ütköztetve vannak, és aztán tényleg és volt egy véleményem, de meggyőztetek annak a véleménynek a tarthatatlanságáról, hogy az ellenkező igaz. Én vagyok a rossz indulatú, és ne haragudjatok. Linda, ne haragudj. Jude, ne haragudj. Anna, Balázs, Feri, Zsűr, te mit keresel? Na minden. Szerintem egyébként, én nem tudom, ki készítette a videót, de nekem ebben az egész történetben sokkal morális szempontból sokkal inkább a videó készítője a megkérdőjelezhető, semmit a Jude Law meg a Linda. Mert most odamész, és ott van mondjuk egy világsztár. Tehát milyen alapon veszed föl, szórakozik intim szférájába. Látszik, hogy amikor ő lecsókolja a Lindát, hogy mit csinál, a kikapós, vagy milyen Jude Law-t kapós, ami... Kikapós Jude Law-t, akkor ugye ráfordítja a kamerát. Tehát az egész, aki ebben a történetben bizony egyébként megkérdőjelezhető, az önmagában a videó készítője. Nem tudom, hogy egyébként nem játszott-e össze mondjuk a Lindával. Ezt tehát, mondom, hogyha hogy én oda megyek, akkor én direkt készítek magamról egy videót, érted? Hát persze, celeb portfólió, mondom, hát mennyire jól mutat, hogy ott van és vele. És a Linda többször hátra, néz, tehát az egész sztori egyébként ügyes, tessék? Véletlenül. Igen, valami zaj volt hátul, és hátra nézett, és a sors kifürkészhetetlensége megint, hogy éppen akkor valaki felvette. Szerintem egyébként nem rossz indulaton, egyszer csak nem ismerte még a telefont, új volt a számára. És éppen megnyomta a rögzítést. Bocsánat, elnézést tőlük is. Hát látod, milyen veszélyek vannak a pesti éjszakában? Jobb, hogy te otthon alszol, meg Dead Walking volt, vagy Walking Dead-et nézel, hát, látod? Elmész, iszol egy felest, azt rajtad van az imány. Tudod, milyen észre kell lenni a pesti éjszakában? Megfordulok itt, ott észre kell lenni. Ezért örülök én neki. A zombik világa sokkal kiszámíthatóbb, sokkal egyenesebb, egyértelmű, érted, jön, vagy fejbe lőved, vagy nem. Azt kész, ha nem, ennyi. Akkor te is az leszel. Ne haragudj, vissza is térek ma este oda. Na jó. Hát érdekes. Gyerekek, Linda odaért. Nem? Ennyi, lehet, hogy lesz egy jó filmszerep, és egyébként pedig ennyi, itt fogtok térden állva bocsánatot kérni mindenkitől ti ketten a stúdióban. Térden állni nem mi fogunk. Ja, az igaz. Ha összejönnek, és igaz szerelem lesz. Jó, mert az is benne van a pakliban, nagyon kis százalékban, de benne van. Figyelj, ha mind a ketten függetlenek, miért ne? De ez miért egy, ne? Ez miért ne járhatna a Linda Jude Law-val? Na, miért járna? Hát most derítettük ki, és én ezt elfogadom, hogy egy szimplán szakmai alapú kapcsolatról van szó. Egyszerűen csak, mert ez egy jó színész, és a Linda is jó színész szeretne lenni. Ennyi, és még egyszer elnézést mindenkitől, akit megbántottam. Igen, mi a Lindát egyébként próbáltuk megszólaltatni, nyilván nem vette föl tegnap a telefont, valószínűleg nem csak mi kerestük, de nem a háta mögött, senki háta mögött nem beszélünk erről, szerettük volna, hogy ma adásba kerüljön, többször telefonáltunk, hogy mondja, hogy mégis mi történt, hogy csókol a Jude Law, meg nyálas, vagy mentolos, vagy pörkölt ízű, vagy milyen, de nem tudtuk elérni mindent. Nem vette fel. Valaki felvett, és annyit mondani, I'm Jude Law. Who the fuck are you? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy érdekes hír látott napvilágot, és kíváncsiak vagyunk, hogy a hazai érintettek mit szólnak, mert egy nagyon nagy vihart kavart egy kínai tematikus park, amelyben törpék szórakoztatják a turistákat. Tehát a kis növésű emberek? Kis emberek? Arra gondolsz? Kis emberek? Törpék. Kis emberek. Ne, ők a kis emberek. Kis emberek. És akkor én most megint pokkora kerülök. Nem így mondod. Így mondod, hogy kis ember? Kis növésű, mély növésű, alacsony növésű? Mert én azt mondom, hogy törpe. Nézzük, mi van a cikkben, aztán majd eldöntjük, hogy ki hogy hívja őket. Törpék szórakoztatják a turistákat, így szól a cikk. Kitalálóit azzal vádolják, hogy megalázzák a kis embereket, a mély növésűeket, az apró embereket. Az apró emberek azonban boldogok a kis emberek királyságában, mert hogy erről szól a tematikus park. 141 törpe férfi és nő dolgozik a kínai Kuming városában, kis emberek királysága nevű tematikus parkban.
fölépítettek egy ilyen kis parkocskát, ahol vannak katonák, vannak uralkodók, vannak szolgák, és az Apraja falva lakóit nézhetik meg a turisták, hogy hogy éldegélnek. És ők eljátszanak ott bizonyos dolgokat, havonta 30 és 74 ezer forintnyi összeget keresnek mutatványosként. A királyság uralkodója pedig egy hónapban 111 ezer forintot kap az uralkodásáért. Szerintem ez egy jó dolog. Kétszer kell kijönniük. Aha. Egyszer délelőtt 11-kor van egy show, és aztán 3:30-kor. A gombaházból előjön a hercegnő, katonák, jedik, vagy pillangóknak, öltözött kis emberek érkeznek meg. Lehet választani, de nem minden jedi, csak jól lenni. Igen. És elkezdik a show-t. Hogy ezen ki háborodik föl, én ezt egyáltalán nem értem. Engem azért az érdekel, hogy ők hogy látnak minket. Egyáltalán hogy definiálják saját magukat? Tehát gondold el, egy olyan világban élsz, ahol mindenki egy másfél méterre magasabb, mint te. Most gondolj bele egy pillanatra, hogy mész az utcán és másfél méterrel, vagy egy méterrel, vagy mondjuk 1,50-nel mindenki magasabb. Lemész metrózni, felszállsz a tömegközlekedésre, hogy azért mennyire más perspektíva, nem? Amiben egy bele se tudunk gondolni, és mindenki körülöttem 2,50. De mindenki. Te vagy mondjuk 1,70 vagy 1,90, és lenne egy 3. Nem vagyok, 1,65. 1,65. Hát kicsit most, na, de sok. Hát most mi a hazudja? Hát ha nem leszek magasabb. Hát de most egy kicsit fényeztelek. Hát, kicsit rátettem, na hát most. Mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy a magasság az egy adottság, nem érdem. Hát így van, persze. Sokan kezelik úgy, mint hogyha érdem lenne, pedig hát nem az, srácok. De... Jó, ne szívj föl magad. Ne húzz föl magad. De mondjuk mindenki 3 méter lenne. Most gondold el. És mindenki lefele néz rád, abban már van egy ilyen, diszkomfort érzet, nem? Mm. Például, hogy vezetsz? Vagy hogy választasz párt? Hasonlót? Valószínű hasonlót. Nem olyan. Van olyan is, meg van amolyan is, amikor mi 5 évvel ezelőtt forgattuk a méltán népszerű kulturális vetékedő műsort, az Ezek megőrülteket, ott nekünk volt egy ménynövés, kisnövésünk, egy törpénk, a Martin, aki sajnos már nincs velünk, de egy tündér csávó volt, ő csak normál méretű nőkkel kezdett, állítólag a legnagyobb kaland volt Martin az ágyban. Neki volt halál komolyan, ő mindig rendes 170 centis nőket választott magának, és járt rendes munkahelyre, bejárt dolgozni, ott a falujában vagy a környékén valahol, vezetett, autót vezetett, és nagyon csodálatosan élte az életét. Na most az, hogy ő olyan nőt választ, az oké. Okay. De hogy a nő miért? A nőnél egy kicsit fura. Ugye? Na, van nekünk egy ismerősünk, akivel mi már forgattunk, ugye? Ismerjük személyesen egymást. Gábor, hello Gábor, jó reggelt kívánunk neked! Szia, jó reggelt, sziasztok! Hello, jó reggelt! Figyelj, egyből definiáljuk a dolgot, hogy mit mondotok ti magatokról? Azt mondom, hogy törpeti, azon megsértődtök? Hát nem megsértődünk, tehát egy kicsit lehet, hogy rosszul esik nekünk, de inkább kisember, ahogy ma hallgattalak titeket, ilyen kisembernek mondjuk magunkkal. Te most hány centi vagy, Gábor? Én 1,38. Te kisebben is születtél, vagy van egy pont, amikor mondták neked, hogy emlékszel arra, hogy 4-5 évesen azonos méretű voltál, mint a társaid, és aztán azt mondták, hogy figyelj, hát az a helyzet, és emlékszel még arra, hogy elmondták neked, mint a szüleid, hogy nem fogsz tovább nőni, te ekkora maradsz. Igen, ezt normálisan elkezdtem nőni, és utána megállapították a genetikusok, hogy hát sajnos nem fog olyan nagy emberke lenni, mint a többiet. Ezt vagy elfogadod, vagy így élsz vele, vagy pedig bezárkózol, és azt mondod, hogy akkor nem megyek sehová, inkább akkor kivonom magam a közéletből, de ezt nem szabad csinálni. Azt szokták mondani, jóból keveset adnak, és minket a jó hát Isten. Én is mondom magamra a zuhanyzás közben, amikor lenézem. Igen, hogy a párja nem mondja. Igen, én is zuhanyzom, és mindig ezzel, mert föl van írva a tükörre. Mikor bepárásodik a fürdőszoba, mindig kijön a felirat, jóból keveset adnak, ne aggódj, Bani. Én is mindig ezt szoktam mondani. Figyelj, ne aggódj, jóból keveset adnak. Ne bánkodj el, hogy csak ilyen kicsi vagyok, hozzád képes, bakker. De vannak az embernek előnye is ebből. Csajozni is lehet. Na, ezt akarom kérdezni, hogy például te a hétköznapi csajok közül választasz, mert ugye Martiról hallottuk állítólagosan, igen, hogy kis cséphadaró volt. Szerette ezt. Figyelj, hogy csajozol, vagy kik közül választasz? Figyelj, én nekem mindig magas barátnőm volt. Komolyan? És alacsony barátnőm. Igen, és figyelj, ha jó a szöveged, ha bírnak téged, ugye, mert különleges vagy, ha mész akár. Jaj, de aranyos, hogy egy fotó. Hát mi, tudod, ilyen jó magasságban vagyunk. Jaj, egy fotó, már ott vagy mellette, Igen, és ezt ki kell használni, és akkor még a többiek, de jó neked, de cserélnek ilyenkor veled. Tudod, jó puha párnára, odarakod a fejedet, az már egy jó dolog.
Aha, meg hogy kis ember, nagy bottal, tehát ezt nem hagyhatjuk. Minden rendben az alsó házban. Igaz a legenda, mert én Janival fürödtem együtt részemről, igaz? Tudom igazolni. Így van, így van. Tehát, hogy igaz a legenda. Tehát, ahol elvett, ott jad is. Te hogy vezetsz például? Meg vannak hosszabbítva a pedálok, vagy vezetsz egyáltalán? Vezetek persze, régóta van jogosítvány, mert mondjuk, ha utazol is rengeteget, hát muszáj kocsiba menni, és néha meg vannak lepődve az emberek, az embernek van egy nagy autója, tehát kiszállsz belőle, és akkor úristen, te hogy vele, és akkor mindenki megnézhetek, és akkor csodálkoznak, tudod, hogy nincs meg hosszabbít, mondjuk nálam a pedál, csak a ülés van előre húzva, ennyi. És a lakásod például hogy néz ki? Tehát, hogy nyilván minden ki van alakítva, de hogyha például én oda bemennék, akkor egy egészen más típusú lakás? Hát máshol van nyilván a mosogató, máshogy pakolsz, máshogy emelsz ki dolgokat, nem? Vagy ugyanolyan? És... Ne, én megmondom őszintén, vannak akiknél meg van csinálva. Nálam nem, én szeretek mindent ugyanúgy. Jó, hozok egy céget, fölállok rá, aztán lepakolok, amit le akarok, vagy létrán fölmászok. Én engem szerintem zavarna, nem, hogyha jönnek a barátaim is, mindenkinek ott van a normális helyen minden. Tehát, hogy te inkább normálisan élsz, és akkor fölmászol, vagy létrehozol, széket hozol. Meg lehet mindent oldani. És vannak érdekes sztorik így az emberekkel, hallod, inkább jók meglátnak, volt olyan, hogy oda jött a srác, hogy figyelj, fotót szeretnék veled, letérdeltek, mert egy magas srác, mondom, térdelj, csináltunk fotót, minden barátnő, én is szeretnék veled, mondom, de te nem fogsz letérdelni, azt mondom, srác, az csak nálam szokott letérdelni, mondom, nem vagyok jó, oldjátok meg. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Arról beszélgettünk tegnap, gyerekkel, hogy olvasgattam a híreket, és mondom, figyelj, jön a hideg. És mondja, Viki, itt is olyan hideg van, nem? Viki nagyon fázos. De hogy van hideg, ne viccelj már, hogy lenne már hideg. Lenni jéghidegek a radiátorok, de minden, nincs padlófűtés, semmi nem működik a házban. Cipő föl, elemlámpa, felcsatol lámpára, Beni megkapja a kis bukósisakot, ő is megkapja a kis elemlámpát a fejére, vonulunk le. És lementetek a négyes tárnába. Szénért. Jó szerencsét, Beni! Jó szerencsét, apa! Beni azonnal vette az alkalmat, lehet szerelni, elindultunk le Mordor bányáiba, vagy Mordor sötét mélyére, és megint nem működik a kazánom. Föl akarom hívni a polgármestert, ahol lakom, ismerem, jóba vagyunk. Hogy jön egy új kazán. Mondjuk, nem vagy kis pályás, azért valljuk bőszintén. Tehát, hogy érted, elég föntről kezded. Most a szolgáltatót ne is járd végig tényleg egy kazánszerelés, amiért hív föl rögtön a polgármester. Nem, a kazánszerelőmet hívom, hogy jöjjön. De föl akarom hívni a polgármestert, hogy mi volt ott. De a jegyző az már smafu? Nem, én nem szórakozok. Én nem szórakozok, én sem szórakozom. A polgármester, tényleg jobban vagyunk. Fölhívom, és megkérdezem, hogy mi volt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt, nézze meg nekem, kutassa föl a községi könyvtárból, vagy valahol. Én biztos vagyok benne, hogy ott vagy bolondok háza volt azon a részen, vagy temető volt, vagy valami a kórház, ahol ilyen bolondokat ápoltak, és ott maradt a szellem. Nem létezik, hogy itt minden tönkre megy ebben a házban. Egyszerűen olyan, mint egy olyan házban laknék. Ja, és akkor elmentem este sportolni 8-ra, squasholtam egy órát, hogy legalább ne fázzál. Mondom, hogy meg ott van melegvíz. Fáztok, hogy igen, na mondom, akkor én elmentem sportolni, öltözzetek fel, jó? Igen, ott volt melegvíz, tudtam zuhanyozni. Erre hív a Viki, hogy itt vagyok-e a környéken. Hát attól függ szívem, hol vagy te. Igen. Mondom, én nem vagyok ott, ne engedve. Hangokat hall a házba. Mit mondanak? Engedj be, te személyt jöttem leolvasni a vízórát. Igen, hol az a fura, hogy le egy kamcsoló. Engedj be, te gyökér. Hatodszorra vagyok itt vízórát leolvasni, nem érted? Rádozítom az ellenőröket. Áldozatot kell bemutatnod. Hát a halál komolyan mondom. De még, hogy kakasdrágyak. Ember áldozat, csak az lehet. És mondta Viki, hogy olyan hangokat hallott az alsó szinten, mint a felső szinten tologatnák a szekrényt. Tudod, így vezetek én is egy nagy ködben, megyek éppen a tárt Budaörsön, a hideg levert, mondom, Jézus Istenem, visszafordulok, aztán nem kellett visszafordulnom. Ez így nem fura? Mondom, az egyetlen megoldás az ember áldozat. Ki az, aki szokott hozzátok járni? A Laci. Hát ennyi. Egyébként. Figyelj, én bemutatok bármit, tehát kecskét, kaka, csak mondják meg, hogy kihez kell. Tehát, hogy ez egy indián istenség, valami nem tudom, Vishnu, vagy Ganesha, vagy Shiva, vagy tehát, hogy... Kamerázzátok be. De mit? Ilyen infrakamerával? Így van, mint a paranormális tevékenységet, tényleg. Hát igen. Lehet, hogy valaki mászkál ott, valaki bolyongott.
egy kazán szerelő minimum. Abból a sokból. Igen, elnézést, tudom, ki tud engedni? Egy fél éve megszerettem a kazán. Még mindig én. Sebestyén úr, még mindig én. Sebestyén, egy fél éve itt voltam, én egy ablakszigetelő vagyok, ki tudna engedni, mert nem támak ki. Járatod, a kurva, hogy ez a lakás. Ki maga? Én vagyok a rező, csak nem tudtam azóta borotválkozni, mondjam, mert fürdőszobát sem találtam meg, hogy ki engedne végre már, mert hogy május óta már a gyerek azért más hír utána. Igen, megnézni, megmutatja bejárati ajtót. Eddig hat komornyikkal találkoztam, de egyik sem tudom beszélni. Az asszony is parlagon hever. Igen. Azt írja valaki, hogy Bali, ha a város szélén laksz, akkor ott kórház volt. Nézd már meg, hogy van-e, hogy mit tudom én, szellemírtók, vagy van-e, hogy démonűzés, vagy tértisztítás. Csörönjünk rá Frábátorra, ő biztos, hogy tudom. Vállalja is. Az a baj egyébként, hogyha ha ott lesz... Van egy Frábátó szám? Van. Keltsük fel a Frábátót. Fény 8-kor már rendel a Frábátó? Meg hát őnek éreznie kell, hogy hívni fogjuk. Megkérdezzük, ez nála mennyi? 20 plusz száfa, vagy 25 plusz száfa? Mennyi egy ilyen tértisztítás? Hát... Mennyit kér most? Számlát? Ad számlát, nem? Áfa. Frábátó és áfa. Ki csöng? Ki? Hát ő egy látó tudja, hogy ki hívja, nem? Persze, már számított. Igen, tessék. Balázs, Morning Show, Frabátó, te vagy? Élő adásban vagyunk. Hello, sziasztok. Hello, megtettem, hogy hívni fogtok. Júj, de jó vagy! De nagy duma! Úristen, de nagy duma. Figyelj, mit csinál? Aludtál, vagy fönn voltál, vagy mit csináltál? Hát én dolgozom. Mi dolgozol? Hát én ilyenkor már lassan, ugyanúgy, mint ti. Éppen mit csinálsz? Szerelmi oldás is kötés. Nem, az első melom az jóslás. Jóslás. Figyelj. Valaki nagyon kíváncsi a jövőre ilyenkor a reggel. Na, mondjuk tényleg, fél nyolckor már megy valaki jósoltatni, az tényleg jó kíváncsi. Hát, bármikor. Tehát utána kell menni ilyen munkába. Na, meséljetek, mi van? Hát, csak azért, ez most annyira flottul tolott, mintha megbeszéltük volna előre, hogy fölhívunk, pedig nem. Igen, de annyira hétközben. Na, meséljetek, srácok, ha már így rám csörögtetek. Igen. Azért telefonálok, mert Balázs csúnyáján van egy nagyon ronda rontás. Le tudnád venni a pálcámra? Le tudom a pálcámat, de nem én, hanem ajánlok valaki más. Figyelj, hogy hangokat hallunk a lakásban, de ez most tök komoly. És mindig elromlik valami. Tegnap betolt a kazánom, de hogy 5 percenként, és most a Jani megnézte, hogy volt-e valami ott 100 évvel ezelőtt a mi részünkön, ahol lakom, de kiderült, hogy csak ilyen gyümölcsös. De hogy te nem csinálsz ilyen tértisztítást, vagy valami ilyen rontás levételt? Vagy... Ilyen tértisztítás az megy, csak igazából az, hogy hangot hallasz, az több valamiből adódhat. De hogy... Egy, hogy nem kapcsolódsz ki a tévét. Igen, vagy lejárt a mikro. De ezt figyelj, most ha nem hallgattam... elektromos dolgok, igen? Nem hallgattam, és ha elektromos dolgok romlanak el a lakásba, sorozatba, akkor lehet ez egy olyan energia, ami nem pont szellemvilággal kapcsolatos, tehát nem biztos, hogy egy szellem lakik a lakásban, és az bolyongott, hanem lehet a te kisülésed. Energia, éjszaka alszol, a lélek ugye kimegy a testből, és ezáltal a kisüléseket és az elektromos dolgok vonzák ezeket az energiákat, elromlanak. Nekik nagy a nappaliuk, tehát nagy ülések vannak. Sose ültem nagy kisülés. Nagy energiával rendelkezik valaki. Náluk csak a gyerekül kisülésre. Nagy ül. Figyelj, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Én arra gondoltam, hogy volt ott egy előző tulaj, aki mit tudom én ott ragadt, szent meggyőződésem, hogy ezzel a házzal valami nem stimmel. Hogyha biztos vagy benne, de ez kell egy szakértő, hogy megállapítja, hogy egy előző tulaj, egy lélek ragadtott, vagy valami teljesen más. Ha ebből indulunk ki, hogy az előző tulaj, akkor a tulajtól kéne szerezned valamit. Akár egy régi fénykép, most nyáss ki a temetőbe, tehát ez ilyen butaság. De valami személyes, amit tele holdkor egy gyertyánál el kell égetni, és ez igazából nem felszabadítja a lelket, hanem elűzi onnan. Azt, aki a fényképen szerepel, vagy akinek az adott tárgy viszi az energiáját, azt egy ilyen 30 méteres körzetben nem engedi bejönni. Az pont elég, szerintem annál nem nagyobb a házad. Aha. Hát ez egy tök jó ötlet egyébként. A régi tulajtól megvan még az adásvételi, Balázs elége. Igen. Ha te meglátod, tehát ha manifestálódott lelket lát, tehát amit lát, az olyan erős energiával rendelkezik, hogy az a meséje, hogy a fizikai testet elpusztítja igazából a Földön, hogy a lélek őt szolgálja a túlvilágon, ilyen bizonyos kasztok vannak. Aha. Magával ragad Gabi néni. Azért egyet magammal vizeg én is. Így van. Gabi nézők nem lesz könnyű dolga, megint zasztom a vébozorkányt. Valamit csinálom fel. Figyelj, van valami feszkó, magad elé rántod a babysittert, aztán neki van. Gabi néni, először őt vigye. Jó van, Frabátó, köszönjük szépen neked. Szépen, sziasztok. Ez most mennyi volt? 20 plusz áfa? Vagy?
Hát kicsit több volt, akkor ez nálad mennyiben? Louis Padrinál tudom, hogy ez 40 plusz áfa, de tudom, hogy te nem vagy annyira. Ez most ingyen volt. Ez most ingyen volt. A furán hosszú volt a telefonszámod. 9-eseke, 09. Apró betűből ott volt, hogy 480 plusz áfa a hívás, igen. Oké, Frabátó, köszi, jó munkát neked. Oké, sziasztok. Szevasz. Bármit is csinálsz évek óta. Ciao. Köszönjük. Óriási életművész, imádom. Azokat az izmokat nem tudom, találkoztatok-e vele. Én 3 hete láttam valahol. Hát figyelj, te is szellemekkel dolgoznál, te is így kigyúrnád magad. Tudod, hogy be van szarva? Hozzád is annyian mennének vissza, hogy add vissza a fény. Hát érted. Tőled is ennyien akarnak visszakérni a 20 plusz áfát. Frabát a jó arc egyébként. Jó, én nagyon bírom. Van egy hallgatónk is, itt van velünk. Hello, jó reggelt, Józsi. Szerbusz, jó reggelt, Balázs. Hello, itt a Jani meg a Feri is, hello. Hát azt tudném neked elmondani, mert mivel hallom az elején problémádat, hogy először is már nagyon régóta hallom ezeket a problémákat, ami veled történik, és erre szeretnék neked választ adni, hogy esetleg mivel tudod ezt megoldani. Na. Én ezelőtt 5 évvel vásároltam egy házat, és nem hittem a dologban, hogy tényleg ezek a szellemek, ezek a lelkek élnek és mozognak. 5 éven keresztül hallgattam azokat a dolgokat, hogy este, éjfél előtt állandóan mindig mozorgás volt, és megjelent valaki. És én nem hittem ebbe, hogy azt mondtam, hogy nem létezik, hogy az utcafény vagy valami fények vannak, és akkor biztos, hogy ez nem így történik az egész. Na most én ezt a házat meghirdettem, és el szerettem volna adni ezelőtt 3,5 hónappal körülbelül, és fölhívtak a telefonszámon, és odajött egy ilyen 40 év körüli hölgy a férjével, és azt mondta nekem, hogy őtet érdekelni ez a ház, a telek, és meg szeretné vásárolni. Igen, igen. Be sem mentünk a lakásba, és akkor azt mondja nekem, hogy esetleg bejöhet és megnézhet, tehát körbenézhet el itt a lakásba. De csak akkor a feltétellel, hogy áruljam el neki, hogy ebben a lakásban meghalt-e valaki, vagy történt-e olyan dolog, mert ha van ilyen eset, akkor ő meg se vásárolja ezt a házat. Hát próbáltam eltagadni, mert hát el szeretném adni. Tehát nem mondtad meg, hogy itt valaki járkál? Nem. Elmentünk a kiskapuba, belépett, és akkor jött egy pár métert, egy 8-10 métert, és akkor azt mondja nekem, hogy ő rosszat érez, azt mondja így, hogy áruljam el neki, és épp, hogy az ajtóhoz értünk, kinyitott az ajtót, és azt mondja, hogy itt meghalt egy 50-55 év közötti ember, azt mondja így, és azt mondja, innentől tovább, azt mondja, nem is érdekli a dolog, azt mondja. Mondom, miért? Mondom, hogy nem halt meg senki se. Azt mondja, nem mondja neki ilyet, azt mondja így, mert ez biztos, hogy így történt, mert azt mondja, látja az arcképét. Sokkal én el voltam ágyúva, és... Sokkal az irányára. Alkudni akart, igen. Nem akart alkudni, Balázs, mert azt mondta, hogy ő neki egy fillérre nem kell ez a ház. Aha. Nem azt mondta, hogy most elkezd belőle alkudozni 1 milliót, vagy 2-t, vagy akármennyit. Ő azt mondta, hogy ezt a házat, hogyha ingyen adom neki, akkor se veszi meg. Akkor ő ilyen szellemlátó volt? Tessék? Ez kiderült, hogy akkor ő ilyen szellemlátó? Vagy ért hozzá? Mert hogy ezért nem mindennyiunkra jellemző, hogy rögtön szellemeket látunk, főleg nem nappal. Hát szerintem biztosan, hogy volt valami érzései, vagy biztos, hogy lát ilyeneket ő hamarabb, mint az ember. És mikor elváltunk, akkor mondom neked, mondom, figyelj, alkudni, akkor alkudjon, mert én szeretném megszabadulni tőle. Hát mondom, alkudjon, mondom, ezt próbáljuk megegyezni, mondom, és odaadom olcsóba. És akkor erre mindig mondja, hogy nem, egy büdös, és azóta nem is jelentkezett. Aha, jó, de mi lett a szellemmel végül? De most a szellemmel az lett, van egy barátom, egy ismerős, és akkor elkezdem neki ezt mesélni. Na mostan ő neki van egy pap ismerőse, és mondja nekem, hogy figyelj, vigyük el a papot, azt mondja, hogy elviszem hozzád, azt mondja, és akkor vigyél a templomból a szentelt vizet, azt mondja, Isten. És akkor szenteljétek meg a házat, menjen el a pap, megszentel a házat, meg minden, és nem fogod látni. És kijött a pap? És kijött a pap, és 3,5 hónapja most nem lehet látni. Aha, mennyit kér? Semmit. Semmi? Na, milyen rendes pap volt? Hát, nem is persejezett. Hát nem is volt, nem is járt körbe semmi. Kijött? Nagyon rendes. Te szimpi. És megszentelte a házat? Igen. Elmondott az imákat, keresztetett az ajtóra, és ott elmondta a dolgokat, és azóta most nem lehet látni. Tehát azóta az nem is volt. Megszabadulni tőle minden áron. Oké, Gyuszi, köszi, hogy elmondtad. Oké. Köszi, csáva, hello, köszi. Hello. Mi van akkor? De neked úgyis ilyen rövid, ilyen kopasz fejed van. Igen, ez így van. Igen, rövid a feje. Próbálok meg így átfűzni a gondolatmenetre, igen, ez vagyok én. Igen.
Ez minden baj. De mit akar kihozni belőle? Igen, én. Én már érzem. Adunk rá egy barna köntöst. Egy fürdőköpeny. Nem tudok papot, nincs papismerősöm. Ja, hogy játszak el egy ilyen Ferences Rödi szervezet? Igen, és szented meg a kazán. Rakok rád a Budó Sportból egy fehér övet. Kijössz kis szentelt vízzel? Igen. Elmondasz egy miatyánkot, elmondasz egy hiszek egyet, mit szoktak mondani még, nem? Üdvözlj egy Máriát. Beblöffelök. Valami, nem? És megszenteled a kazán. In nomine domine, gaudamus hitor, blablabla, na, csá. Na. Hívtál taxit? Jó, hát én megcsinálom. Nagyon szíves, de vajon át tudjuk verni a szellemet? Szerintem simán. Figyelj, a Gabi néni valószínűleg jár templomba, nem? Biztos vagyok. Ő tudja, hogy milyen egy pap, de szerintem simán átverhető. Hát kijössz és elmondod nekem. De átverhető egy szellem? És például a hallgatóktól se kérdeztük meg, hogy például az ő szelleme az a csoportköröknél is jön, vagy csak az egyenes kiesési rendszernél, vagy esetleg döntőknél úszik be jobbról balra, vagy balról jobbra. De az üdvözlégy Máriát tudod? Persze. Igen? Idáig, igen. Üdvözlégy Mária. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a terméhednek gyümölcsei. Jézus, így van. Szűz Mária Istenek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján amen. Így van, most és halálunk óráján amen. Így van, ez a tökéletes szöveg, tényleg így van egyébként. Ezt én is ismerem. Füstölünk van? Van füstölünk? Egy fülgyertyá vagy valamit van? Milyen Jászmin? Tessék? Csak a nevedet tolítottalak. Mától Jászmin vagy. Nem rossz Jászmin egyébként. Nem is rossz. Te Mától Jászmin vagy. Nem volt kirakott örök közül, de a második alkalom, amikor voltam Jászminnál, már nagyon fincsi volt. Egyébként natúrt is vállal. Na de János atya. János atya maga ilyet nem mondhat. Ő Mától János atya. Kijössz és megszenteled a házunkat. Azt akarom, jó, hogy menjen el. Tehát ne legyen ott. Ja, Juli írt egyébként SMS-t. Józsi bácsi jelentkezett Gabi néniért. Most is a budira várok. Most is a budira várok, a 86 éves Józsi már benn van. Szorulása van. A rádiónk, ami totál kontakthibás, a szellemes beszélgetésre bekapcsolt. Ezt írta Júli SMS-ben. Ezt küldte SMS-ben. Ugye Júliéknál ott van az öreg. Az a baj, hogy... Nálunk meg ugye a Gabinén, mondom, hogy a kettőt össze kell Juli hozni. Nem egy műszaki ember, ő kontakthibának érzéke azt is, hogy van rajta egy kapcsolat, el kell fordítani. Honnan tudok papot szerezni? Templomból. Kolostorból, monostorból. Apátságból. Jöjjön el egy pap ma hozzánk. Jó. Jó? Van ilyen, hogy papi szolgálat? Hogy fölhívom, hogy mit tudom én, szeretnék egy papot? Árulnak ilyet a Vaterán? Vagy van ilyen? Hát helyi plébánia hivatal. Üss már le egy papot a Vaterán. De milyen legyen? Katolikus, református? Szelleműző. Szelleműző pap. Az a baj, hogy én elküldetem a szellemet, nekem ezzel nincs bajom. Tudok különböző tértisztítási technikákat, ugye a Pránanadiba egyébként van ilyen, de azért egy... De az ide kevés. De mozgás hagyományos van. Az a baj, hogy a Pránanadiba Gabi néni nem lenne. Nem reagálna rá. Egyszerűen, mert hogy ez nem... A nénit megpránázom rajta, ez átmegy. A biztonsági kedvéért szerintem kellene egy református, meg egy katolikus is. Igen. Meg egy anabaptista. És egy mormon. Gabi néni vajon tudja, hogy ő halott? Ja, nem. Nem, szerintem őt teljesen úgy érzi, hogy egy élő ember, te meg beköltöztél a telekre. Igen? Egyébként lehet, hogy ő most papot keres, hogy kiüzön titeket. Csak nem tud kimenni. Igen, ezek a telekre. Ez egy komoly telekvita akkor. Egyelőre mondjuk mi állunk jobban, legalábbis a földhivatal áll a tulajdoni lapon. Na jó, oké. Von de Matteo János, így hívják. Vadon Matteo. Mától ez az új neve gyermekem. Vadon Páter. Vadon Matteo János. Jó, jól szórakozunk, de nem egy háztartás van, mint hogy az SMS-ekből kiderül, hogy azért ott hangokat hallanak, meg furán elindulnak a turmizgépet. Meg ahol nem jó a kazán, igen. De egyébként szerintem kazán szentelés még nem volt az országban. Azt tudom egyébként, ilyen mindenféle olvasmányokból, meg filmekből, hogy az ördögűzéshez, ahhoz a Vatikán engedélye kell. Igen, tehát többen megértek Jani a kis Damien, igen. a Vatikánnal fel kell venni a kapcsolatot, de ha mondjuk egy kazáról van szó, akkor nem biztos. Tehát egy kazán szenteléshez nem kell. Itt a helyi plébánia hivatal telefonszáma, ha gondolod. Van helyi plébánia hivatal? Ez a kerületben? Ja, igen.
Hát most nem kis pénzt csúsztatok oda a reverendája alá, nem? Hát csak gondolom, nem hogy... kell a reverendája. Szerintem, hogyha a kezébe nyomod, az is jó, illetve vannak persejek. Szerintem ne túl kell a reverendája alá. Hát azért mostanában, amit az ember hal, szerintem lehet, hogy örülne annak. Jó, akkor menjél rövid nadrágban. Kis pantallóba, és húzz el egy magad egy csatogos lepkét. 8 éves vagyok. Jó, gyerekek, hát ez most könnyű ezen nevetni. Na mindegy, jó. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Sziasztok. A lemezjátszok mögött DJ Oti. Yeah. Így van, Balázs most nincs itt. Ha üzeni akartok Balázsnak, üzenjétek, tegyétek meg, mi átadjuk majd neki holnap, de ma csak DJ Oti van. Ma DJ Oti van ott, igen, itt. És nyugodtan írja meg mindenki, hogy egy-egy adott zenénél éppen hol volt, mit csinált. Mit juttatott eszébe, milyen diszkóba táncolt, hogy hívták azt a diszkót, mi volt a mulatóhely neve, hol volt helyileg, ha Balatonon volt, melyik stégen volt éppen, ha Velencei tónál ott, ha sóstói, nem tudom, nyári táborba, akkor ott. Kivel smároltál, kibe voltál szerelmes, milyen ruha volt rajta, tehát minden egyes zenéhez ugye jön egy-két élmény. Hát DJ Bobo, ez is ilyen, igen, 95, 96, 97 körül dübörgött ő nagyon. Na, tőle borsozott a hátam. Jó, hát neked persze. De volt egy-kettő, ami úgy kellemes élményeket is ébreszt benne, de DJ Bobo. DJ Bobo, Balaton Kenese, Rózsabokor diszkó. Rózsabokor diszkó, szép volt, írja nekünk egy hallgató. Nagyon jó ez a retro nap, éppen Melóból megyek haza Londonból. Imádlak titeket hallgatni minden reggel itt Angliában. Első diszkó, mi jutnak eszembe erről a számról, írja Attila. Lemezboltban dolgoztam a 90-es években Szombathelyen, Ausztriából csempésztük a lemezeket. Tudnék mesélni, írja Szabolcs. Ezres klub, Petőfi híd, Budai híd, úristen, én oda jártam, az Újvár klub mellett volt, az volt a neve, hogy Ezres. Ezres, azt hiszem, azért, mert 1000 forint volt a belépő, vagy lehetett olcsó. Nem lehetett egy ezres. Nem, azt hiszem 300 volt, de ezresnek hívták, ez az Újvár mellett volt a Budai hídfőnél, tényleg. Hihetetlenül szakadt hely volt, de nagyon-nagyon szerettük. Hát és ott volt ugye az Újvár diszkó, ezt szintén azért ismerhetik sokan. Írja nekünk egy másik hallgató, hogy süt a nap, ordít a rádió, repül az autó, tökéletes így a reggel, valaki csak annyit írti, betegek vagytok. Hát persze, ez ezért jó. Lejjebb halkítottam, amikor rágyújtottam az autóban, és lengettem az ablakot a piros lámpánál. Micsoda, hogy lejjebb halkított, amikor rágyújtott, nem merte felvállalni egy ilyen zenét. Igen, a Csepeli Héven sokan komoran duzzognak, de azok, akik titeket hallgatnak, vigyorogva bólogatnak. Vidám már teszitek a reggelt, írja Emi. A babám táncol a hasamban, Sofi küldte nekünk. 6 évesen hallottam utoljára ezt a számot, de úgy belégett a tudatalattimba, hogy valamiért még most is tudom a szövegét. Hát nem bonyolult a szövege. Talán ez. Igen, nagyon jó a zene, széles mosoly az arcomon, igazi kopogós diszkozene, írja Kata. Jó, tényleg egy-két emléket csak, hogy ki hol mit csinált ezekben az időben, jó? Tehát a Balaton Kenesei Rózsabokor diszkó az én. Tehát ebben benne van egy életérzés. Ebben benne van minden, ami megtörténhetett igazából. Total Dance Fesztiválok, emlékeztek a Total Dance Fesztiválokra? Én ott voltam műsorvezető még. Brooklyn Bounce, DJ Bobo, BS-be volt. Akkor még Total Dance Fesztivál, 97, 10 000 ember, és ott kellett konferálni. Zsú Filip, én konferáltuk a Total Dance Fesztivál. És hogy nyomtad? Nagy elánnal? És most következik! Fekete zakó, aha, szörnyű, 3 számmal nagyobb, fehér hosszú galér kirakva a zakóra. Megvan. Most megint divat. Ugye akkor nagyon ment ez, amikor a belső gallért kihajtottad a külső gallérra, és ilyen hosszított, ilyen fekete Jézus Isten, találtam valamikor fényképeket, úgy mentem ki konferálni, 4 számmal nagyobb nadrág, ami hosszú volt, rá is léptem, lejárt, letaposott fekete cipő. Hát szerinted hogy néztem ki? Döbbenet. De lendület volt, nyomtad? Ó, lendület, aha, persze, nem tököltünk, kimentünk 10 000 ember elé, ordítottunk keményen. Az nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Valami Bravo díját adó és Total Dance Fesztivál, akkor az egyben volt, igen. Balatonszárszai Kristálydiszkó 7-es út. Jaj, de jó. 93-tól 98-ig minden nyáron, király. Írja nekünk Ati, igen. Globe Disco, tessék, azt én nem tudja, ezeket nem ismeritek. Globe Disco, úgy értem, hogy voltatok? Városliget, Városliget.
Városligetben volt a Globe Disco, persze, hát ezek már jó, hát nekem messzebbre kell egy picit visszanyúlnom, de hogy én még a Csillagfény, Holdfény diszkókig vissza tudok nyúlni a Pecsában. Küklopsz diszkó, kérlek szépen, ez a Speed Diszkóval szemben nagyjából kis túlzás, a Sziget Szentmiklóson is környékén, hát a Speed Diszkó nevében benne volt, hogy ott mi történt, a 90-es szórakozási forma volt, a híres neve Speed Diszkó, ugye Sziget Szentmiklóson, ránézése minden arc, 15 ezer év börtön, tehát azonnal, és mellette ott a Küklopsz diszkó. Ott is. És oda csak egy szemmel mehettél? Az Szigeten Miklós határában volt, és egy ilyen nagyon nagy csarnokszerű diszkó, baromi nagy, tehát több ezer ember. Voltak jó arcúak, rossz arcúak, tehát mi ott megfordultunk párszor, hát nem érezted egyfajta... Akkor voltak rossz arcúak, nem érezted egyfajta életbiztosításnak azt a kis diszkót. Igen, az is nagyon, nagyon kis klassz hely volt. Ti hol nyaraltatok? Mik voltak az ilyen nyaralások? A bányatóhoz kimentünk a falu mellett. Gyönyörű hely volt. Az új kígyósi bányató? Új kígyósi bányató. Kavics bánya volt, még egy félig befordult markoló, és a legenda szerint egyszer egy kocsis a lovait akarta megitatni, és aztán valahogy ottan becsúszott az egész, és a fél falu ment kimenteni. Úgyhogy ilyen sztorik voltak nálunk, de nagyon jó, oda jártunk ki horgászni, meg fürdeni is. Nekünk az jutott, illetve az új kígyósi strandfürdő, csak mondom, két medencés. Az új kígyósi strandfürdő két medencés? Hát az menő akkor. Az egyik a lábmosó volt. Igen, ja, hát az most mindegy, de kettő volt. Volt egy kis körmedence, az volt a gyerekmedence, az melegvizes volt, és volt a nagy medence, ami már akkor is nekem derékig ért. Valaki azt írja, ugye amikor ezek a zenék befutottak, akkor álmodoztam, hogy legyen egy kettes golfom, meg havi 100 000 forintos fizetése, mára mindez teljesül. Figyelj, egy kettes golfal, akkor nagyon-nagyon menő voltál, amiről én ezekben az időkben álmodoztam, az a régi kockalámpás Honda CRX, az megvan? Csapott hátuljú, koporsónak hívták, CRX kockalámpa. Egy ekkora ablakon látták ki hátul, egy ekkora plexin. Kicsi plexi látta hát, és nézted, és azt gondoltad, hogy ez a világ legszebb Úristen. Autója. Egy kockalámpás Honda CRX. Ez az volt, aminek felemelkedett, tehát motorikusan emelkedett a fényszórója? Hát igen. Szerintem az volt, hogy csapódott a Honda CRX. Azért volt szörnyű menő autó, mert hogy abban a Hondában azt beletették a technológiát, azzal, ha tudtál, az azért volt koporsó, mert abban a hülye meghalt. Tudod? Tehát, hogy ott tudni kellett vezetni. Az egy olyan vezetési élményt adott az a kocsi, hogy összepisilted magad. Sőt, a mai napig azt ad. Csak úgy, hogy az történt, hogy hülye gyerek beült maga alatt a lóerő, aztán oda csapkodták magukat a fiatalok, ezért lett koporsó. Az nagyon jó kis kocsi volt. Móni mesélte, hogy az ő nagybátyja, az édesanyjának a testvére Németországban, és egyszer azzal jött haza, és a teljes harmad utca kijött Kőbányán megcsodálni az autót, mert hogy akkora élmény volt egy ilyen kocsit látni abban az időben. Igen, az nagyon nagy dolog volt. Persze, Honda CRX nagyon kevésnek volt. Excalibur diszkó ért. Ja, úristen! De jól hangzik! Erre a számra megdobáltuk citrommal a bárban a táncos lány, mert Sárga Pattanás volt a fenekén. Azt mondjuk ki ilyen rándító. Akkor jöttetek ezzel a retro nappal rövő, azt gondoltam, persze hagyjál már, aztán beraktátok a Back in the UK-t, és most itt ugrálok a konyhában a 34 évesen, mint egy óvodás, és azt kiabálom, hogy we start in 1994. Neked akkor megvan minden pillanat a dalnak. Igen, mindig be kell vallanom magamnak, hogy nagyon jók vagytok, írja egy hallgató. Bahnhof Disco, úristen, írja valaki, Bahnhof Disco, nyugati tér, úristen, nagy klasszikus, nagy klassz. Fortuna Moment, hát ezek ugye nem is diszkók, ezek korszakok tulajdonképpen. DJ-vel. Z plusz-el is voltunk egyébként, Z plusz invázió helyszín volt a Bahnhof Disco. De mit kerestél? Én ott konferáltam. De kicsodál! Baby sister. Ha már így rákérdeztél. De akkor még ugye hosszú hajak, körszakállod, a nagy szakállod. Maiden pólóba, a farmer mellénybe, Veszkó csizmába. Sírva kérlek. És következő, kérlek. A baby sister, és mindenki így fogja, hogy ilyen érzem. De mit keresed? Igen, mert a Levente azt mondta, a Gória, hogy ez belefér. Tehát, hogy ez kompatibilis. Mondod, hogy mindegy, Levente, én. Akkor indult az eredeti 97, és volt egy invázió nevű rendezvény, ahol lerohantuk az országot, és egy inváziós kabátba, esernyőbe, egy nappal ott forgattunk, este pedig elmentünk diszkóba, és hát a Janinak is kellett, ugye egy-egy városban az adott diszkóba konferálni,
Én a Filippel, Orsi, ha lemegy a napot, énekeltem a színpadon, tehát voltak hát az, azért akinek, szép... akinek mi vágott. Azért voltak szép pillanatok. Ki voltak rakva a képeink, az összes VJ-nek a képe a falra. Az egyik első fizető vendég, ahogy meglát az én képemet, leköpte. Azt úgy, hogy érkezem SMS-t, hogy van a YouTube-on egy olyan felvétel, ahol a Scooter ellátogatott hozzánk, és valami ellátogatnak valami Békés megyei kisvárosba, kitünteti őket a polgármester. Mindjárt rákeresek, megnézzük. Kitünteti őket a polgármester, ezek meg állnak hülyén a beszéd alatt, és nagyjából azt se tudják, hogy hol van a Scooter koncert in Sarkad. Scooter koncert in Sarkad 1995. Hát országos turnéra indult a Scooter, csak mondom, hogy ebben az évben magyarországi turnén volt, és az első állomása volt a szem Sarkad. Uh-huh. Komolyan? Hát, hogy ezt ünnepelték meg. Sarkad városa hálás volt ezért az első buliért. Igen? De népeink közti barátság, persze, elmélyítése, az ifjúság értelmi fejlődésének a támogatása, így van, a német nyelv népszerűsítése. Német nyelv népszerűsítése. Aha. Hányan? Itt köszöntik őket, oké. Figyelj, Liebegeste? Sarkadváros vezetése és a rendezők nevében magyarországi turnéjuk első állomásán nagy örömmel üdvözöljük a Scootert. A Scootert. Mindez egy művelődési házban egy német zászló előtt, három darab ásványvíz és két pohárban ropi. Uáj, mekkora retro! Önmagában mekkora retro ez a videó. Nagyon-nagyon jó. Itt még beszélnek egy kicsit. Figyelj, még... Az önök érkezését megelőzte hírük, világhírük. Szenzáció. Várjál. Kicsit lapoznom kell, aztán 4-4-25-re, mert ott kapnak meg egy ajándékot, ami szenzációs. Figyelj, itt megkapják az ajándékot. Ezért esetleg meg is szóltattak. És jobban ilyenkor a polgármester rövidre fogja. Ezt veszel, mert ezért emelem poharam a barátságra, érkezésükre. És ül a három csávó, és így látszik rajtuk, hogy ők ezt nagyon... Az ajándékot keresd már. Az keresd, hogy 4-25-nél van már. A kandi kamerát. 6-30-től van már, itt akkor emelik a porta. Emelem pohara magyarországi koncertjeik sikerére. Figyelj, ajándék. Oké, kis kocintás, és jön az ajándék. Figyelj. Megköszönjük. Várjuk. Jön az ajándék. Ezt kapták. 6-30-től? Igen, isznak. Engedjék meg, hogy egy-egy szőnyeget adjunk ajándékba. Imádom. Egy-egy szőnyeg, figyelj. Milyen szőnyeg? De ez nem egy közönséges szőnyeg. Ez egy varázsszőnyeg. Wow. Figyelj a dumát. Óriási. Ezen lehet repülni a slágerlisták csúcsára. Ezt a kutyafáját! Hát erre nem számítottak. Hát valamire nem. Akkor erre. Imádnivaló az egész videó. A ruhákkal, az öltönyökkel, a művelődési házzal, a zászlóval, a polgármesterrel. Hát csod, akkora retro, hogy nem hiszed el, hogy mekkora retro. Állnak, mosolyognak, nem értik. És elveszik az, hogy három darab szőnyeg. Vagy kiszonyat jó fejség azért. Óriási, a polgármester, persze. Az egykori polgármestertől, hogy ezt így kitalálta. Marika fia, itt van egy ezer, szaladjál már ropiért, meg ásványvízért. Hát, én kipferdem. Nagyon nagy. Igen, megy ugye a nevetés. Közben az egyik elnyom egy ilyen ásítást, tudod, hogy ráharap a kezére. Nem értik. De hát ezt szenzációs. Zseniális. Miért tüntették ki őket? Vagy mi ők ekkora szám voltak? Vagy, hát, szerintem igen. Nem csak a város életében, hát akkor ők irgalmatlan nagy
sztárok voltak, és szerintem amúgy nem csak így a keleti érában, gyakorlatilag mindjárt az egész Európában. Azért kapta a kitüntetést, mert a zenekar vezetőjének az édesanyja, lehet, hogy onnan származott, vagy olyan gyökerei voltak ide, hogy hallgató nem tudom, hogy ez mennyire komoly, de hogy állítólag ezért kapták a kitüntetést, igen. Igen. Ha ismertem az apát! Az öreg Baxtert! Halló! Az öreg Baxtert! Herr H.P. Baxter und zwei Kamerad! Igen. Azt írja, hogy egy hatalmas mafiózó üzemeltette akkor azt a diszkót, és azért nem tudod azt mondani. A gyerekek egy ilyen csapatot akkor megvenni sarkadra, hát azért az baromi nagy szó volt. Szóval nem voltak olcsók ők, hát akkor ők voltak a legnagyobb sztárok. De hát sokan nagy volt a turné, sok koncert, mindjárt olcsóbb. Ennyi. Igen, igen. Na mindegy, jól van, hát ez volt a kis átadás. Sarkad örökös polgármester csájtok imádta őket, és ezért volt ez a kis retro díjátadó. Igen. És az a háromszögek valószínűleg azóta ott van kicsomagolva abban a dobozos tranzitban, amivel érkezte. Honnan tudod, hogy lehet? Ne gyújjatok hozzá ez a szkúrköré. Ah, igen, a varázsszögek, tudjátok. Vele. A lemezjátszók mögött még mindig DJ Oti! Hey! Gyerekek, egy Twilight Limited, muszáj! Muszáj! Na? Á, nagyon jó! Kezdtek hangulatba jönni? Jani, lassan táncolsz, mert attól fél lehet, hogy sose hallgatsz többet rockzenét. De mielőtt tovább lennék, valaki álljon el azzal a piros feltúrigott ladával a bejárat előre, nem tudok beállni a Cipruszos látó! Így van, a színpadon éjjel fél egykor a Brooklyn Bounce! Igen. Aj, de jó volt! Kazettás magnót a Balaton-almári aluljáróba vittük le a No Limit-en, mert ott jobban vízhangzott. Rendőrök kergettek el, írja nekünk egy hallgató. Na ez az, ezt vártam. Ezért tiltottak ki az Újvár klubból. Heves volt a tánc. Gyerekek, Újvár klub. Schönherz kollégium aljában minden péntek egy szombat este sorok az utcán állnak, föl a lépcső, jobbra a kassa, bementél. Már ott voltál a paradicsomban. Sokat jártam oda, beleszembe az Ezres klub. És ha szerencséd volt, nem is kellett hazamenned, mert ott aludhattál valamit. Csodálatos, az Újváron csodálatos bulik voltak. Az egyes buszon hazafelé ülök, Veszprém, és mindenki engem néz, mit rögít magammal, fülemet iszoltok. Óriási, ide Évi. Szolnok aranylakat diszkó. Aranylakat? 97-ben Edinával. Szép emlék, köszönöm. Nem akarunk többet tudni. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hát mindenek előtt, mielőtt ez a kis kütyű felszállna, néhány mondatban mégis magáról. Ez önmagában a drón, kérdezem én Márkot, az egyik tulajdonképpen vendégünket. Az úgynevezett oktokopter. Uh-huh. Egy olyan kameramozgató helikopter, amivel légi felvételeket tudunk csinálni. De ez tulajdonképpen akár egy drón is lehetne, amivel bármire be lehet repülni. Nyilván ti nem kémkedésre használjátok, hanem mondjuk filmforgatáshoz. De lehetne kémkedésre is. Tehát bárhova be tudunk repülni. Az amerikai drónok azok körülbelül ekkorák, vagy ennél kisebbek, nagyobbak? Hát nem teljesen, mert azok repülő, azok merevszárnyú repülőgépek, ugyanígy robot irányításúak, de azok nem kopterek, tehát azok repülőgépek, és jóval nagyobbak. Igen, ott ugye tulajdonképpen ilyen 8 kis hát mit is, ilyen kis propellert kell rajta elképzelni. Igen, ott van a kamera, köszönjük szépen, már láthatóak vagyunk a streamen keresztül, mert hogy egyelőre még kézi erővel ugyan, de felemeltük ezt a kis drónt. És ugye maga gondolom, hogy ez a 8 kis forgó tartja a levegőben. Így van, és az is stabilizálja mindig. Ugye retteltesen szakmai kérdéssel mennék tovább. Mi a jó Istennek van rajta a két pingponglabda? Ezt nagyon sokan megkérdezik, úgyhogy nagyon jó, hogy megkérdezted. Nemes egyszerűséggel a hátulját jelöli, hogy lássuk, hogy melyik a hátulja. Aha. Már hogy amikor a levegőben van, akkor tudjátok, igen. Hogy nehogy hátrafelé kelljen tolatni, vagy azt nem tud azért, vagy de miért? De tud, csak hogy tudjuk, hogy éppen tolat, vagy előre megy. Aha. Hát de te irányítod, nem? De nem baj, ha tudom is, hogy mi történik. Azt mondjuk nem. Ja, és ezért felraktatok rá két pingponglabdát. Ez egyébként saját összeszerelés? Hát ezt itt találtatok egy-két alkatrészt a garázsba? Hát majdnem. Így a világ különböző pontjairól jöttek az alkatrészek hozzá, és két modellező szaki segítségével, Zich Dávid és Molnár Tomi, nagy professzorok ebben, az ő segítségükkel
lett ez megépítve. A ezermester magazinból? Mondjuk így ennek hárman nekiállnánk az én garázsomban, mennyi esélye lenne, hogy mondjuk egy éven belül összerakunk egy ilyet? Hát legyen 10 év, és akkor... Lehet, hogy kicsit nagyképű volt a kérdés, tehát nyilván esélytelen. Jó, ti mire használjátok egyébként, mert nyilván mi azonnal megnézzük, hogy cseperre feküdjön ki mindenki, és berepülünk kertesházak fölé, de ugye ennek nyilván azért egy komolyabb felhasználása van. Ti mire tudjátok ezt használni? Hát mi ugye a filmezésből jövünk, és mindig akartunk valami érdekes kameramozgató eszközt, ami egyedi is azért. És ez nagyon sok mindent helyettesít. Helyettesít egy kameradarút, egy steadicamet, uh-huh. És nagyon, nagyon, amit mondtál is a műsorban. Hát, hogy felkészült vagyok, persze. Hogy egy csatajánatet. Viccesz? Hallod? Mit gondolsz, miért beszél ő, és nem én? Egy csatajelenetet például. Arra nagyon hasznos tud lenni. Aha. De hogyha jön a nyár, akkor természetesen kitelepültek a Citadella mellé, és irány a Gellértnek a napozója is. Van. Na, hát, tényleg őszintén legalább egyszer egy kicsi kukkolásra a szomszédasszonyhoz berepültetek a kertbe. Az volt az első. Az volt az első? Igen, és? Szomszédasszony jól tartja magát? Működik. Jóféle? Fenn a YouTube-on majd átküldöm. Igen. Jóféle milf? Abszolút. Aha, abszolút. Nagyon jó. A szerémi helyett a szemérem. Igen, a szemérem úton nagyon nagy a dugulás. Na, jól van. Ne repüljünk még tovább, mert még egy nagyon fontos szakmai kérdés. Azt gondolom, már látom mennyire. Egy kiló sült kolbászt egy darab sajtos tejfölös lángossal el tud-e... Várj, Attilát is megkérdezzük. El tud-e hozni ez a szerkezet egy kiló sült kolbászt és egy sajtos tejfölös lángost a Janinak? Ami azt illeti, a súlyban el tudná hozni, de a leszállással gondok lennének a büfé előtt, de ha nagyon akarjátok, akkor mindent megoldunk. Igen, most egy kicsit utána kerestem internetet, nem baj, utána olvastam a tévának. Nem hogy lenne már probléma, ne viccelj. Ugye nem, nincs harag köztünk. Nyugodtan készülj. Hogy Dubájban például már kisebb csomagokat ezzel szállítanak ki. Tehát ez egy teljesen bevett dolog, hogy megérkezik a drón, berepül a kertet fölé, ledobja, kézbesíti, leszáll. Állítólag ilyen kisebb kézbesített csomagokat drónok visznek ki. Hát szerintem például a Feri meg az Anna egy ilyen drón segítségével simán tudnának egymással üzengetni, recepteket cserélni, stb. Még a motorsegére bekapcsolni, mert Feri kiáll a teraszra, és... Olyan van esetleg, hogy lerobban egy autó. És akkor... Előfordul ilyen. Egy típusnál is sűrű. Érted, kellett menni néhányszor. És egy fölé repül egy drón, és majd a jövőben fölemeli ezt az autót, és egyenesen a szakszervizben rakja le. Ez megtörténhet-e majd a későbbiekben? Hát, ami megtörténhet, az biztos meg is fog. Erre is van elég esély, de... Csak azt úgy hívják, hogy helikopter, tudod? És eléggé a távoli jövőre. Távoli jövő. Hát akkor Feri marad még a trélerre. Marad, de nekem nem kellett soha hívnom. Nem úgy, mint neked. Úgyhogy igen, ennyi. Mert tökre megfelel neki itt a 4 téglabakon folyondárokkal benőve. Persze, így, mi baj van? Ti is beköltöztök, legalább van új fecó. Na, figyelj, mennyibe kerül egy ilyen? Csak azért, hogyha mondjuk fejjel beleállítom a Fradi pálya még el nem készült zöld gyepszőnyegébe, akkor körülbelül... Akkor nektek 8-at? Igen, mennyi Jani kupont kell nektek adnunk, hogy kifizessük, illetve... Mi a váltója a Jani kuponnak? Hány éves BKV bérletet kell a Janinak nektek megvásárolni, hogy tudjuk valahogy egyensúlyba tenni a számlát? Hát körülbelül ilyen 2 pénz körül van. 2 millió? 2 millió körül. Aha. Oh. Hát annyi kuponod van? Hát, 10 éve gyűjtött, hát annyit van. Ez szuper sok mondma, oda tudom adni. Leeszitek a Mekibe sajtburgerbe. Hát, ha megéltesz. Vagy kaptok 4000 darab pöttyös labdát valamelyik úton. Jó, legyen így. Vagy Klassz FM-es bögré. Na, látod, tudunk bizniszelni. Nem azért, hogy állítólag mondtátok, hogy irányíthatjuk, felkészülve a legrosszabbra azért. Az csak a promó volt. Csak mondom, csak a egyébként a kedves nézőink kedvéért, akik a streamen jelenleg Balázs segít, kb. 10 perce, hogy majd lesz más kép is. Így van. Most még nem annyira izgalmas a stream, mert hogy ugye lent van a földön ez a kis jármű, de hát akkor... De hát akkor kezdjük el reptetni. Hát, ugye, értitek, srácok, mert próbálj az evést. Így van. Lehet-e olyan, hogy majd ezt bizonyos már tulajdonképpen biztonságosnak számító magasságban mi ezt átvesszük, ha nem adod, nyilván ugye van egy B-verzió, hogy kitépjük a kezedből, de hogy ezt valamilyen szinten irányíthatjuk-e mi? Erre vonatkozik a kérdés. Persze, megoldjuk. Majd felmegyünk egy biztonságos magasságba, és akkor én a gázkarthoz beállítom neked, és akkor a jobbra-balra irányokat előre-hátra, azt aha, így picit cibálhatod, de csak óvatosan. És akkor majd azt hiszed majd, öcsém, hogy te irányítod. De vagy csak a fotó erejéig csinálj úgy, mintha. Előre-hátra cibálhatom, abban Jani van otthon. De... az a Jani szakterülete. De akkor itt ragadunk, mert én nagyon hosszan szeretem.
Na, olyan nem volt egyébként, hogy megreptettétek ezt a dolgot, és valaki megpróbálta csúzival lelőni, és már anyjuk vasmadár, azt idegen. Belevágott egy gerebét. De megint így mondja, nézd már anyjuk. Nézd már anyjuk, gerebét, hozmányra gerebét, tehát leszed a battalóanyékat. A rovarokkal gyűlik meg a baja, mert a darazsak valamiért konkurenciának érzik, és neki repülnek, de ők járnak rosszabbul általában. De nem lehet, hogy a narancsárga pingponglabdára mennek? Az is lehet. Ugye? Szerintem, mert ugye hát a darázs nem egy okos állat, mint hogy ők, lehet, hogy a narancsárga pingponglabdát. Ott van két csemék, leküzdöm őket. Nézd már, milyen gyors az a vasmadár, te. Jó, hogy a darás hangot is ugyanúgy hozom, mint bárkit, nem? Egy hangon van, de azzal fixe hozok mindenkit. Na, most mi legyen, énekeljük el a repülj madár, repült, vagy hogy tudjuk akkor ezt a kis gépet felreptetni? Illetve mi az utazási az magasság? Az mindenképp segítene az ének, igen. Hova lőjük be? 100-150 méter? 200 méter? Meddig megyünk? 200 szerintem, onnan már látunk minden. Onnan már Velencei tó megjön. Megjön a Velencei tó? Azt hittem, mondom, az már nagyon szép. Hú, 200 méter. Hallod, hogy ide jön a Velencei tó. De egy fél mondattal bevisznek a Málnásba, ezt észrevetted? Azt mondom, amit akar, hát a drónba teljesen hülye vagyok. Na, látok némi aggodalmat az arcodon. Attila, lemerült az aksi, föl kell dobni, és akkor úgy tudjuk reptetni, vagy mi? Igen, sokat segít. A kezdet a legnehezebb, ugye a felszállás, úgyhogy mint egy frisbee, csak így el kéne hajtani. Ja. Lassítani kéne hát forgalmat, nehogy valami baj történjen. Feri. Fia, belső zsebedbe úgy keresztbe az ülői. Belső zsebedbe biztos vagy egy használati utasítás, vagy valami, nem? Hát kapjuk elő, aztán olvasjuk el, mert látom. A segítséget kérek majd. Na, szóljál akkor, hogy mi történik. Indítom akkor a... Indítsd a gépet, jó? A streamen egyébként láthatóak vagyunk a morningshow.hu-n és a Facebookon. Hoppá! Nincs is hangja. Ebben a pillanatban a 8 kis mini turbina felpörgött, ha nem a helyes szót a mini aztán... turbina, úgy van. Jó van, gyere velünk. Hey, is sör, oda nézd. Nézd, ma anyjuk. Vasmadár. Mutasd meg bennünket. Volt a gerebjét, anyjuk, levadászom a vasmadara. Na, a streamen pedig látható, ahogy repül, hát ez körülbelül mennyi. Ott meg mi? 20 méteres magasságban vagyunk, integettünk nektek, drága hallgatók. Nem minket nézz a levegőbe, ott a vasmadár. Integetnek a felüljáróról is. Hát igen, ezt viszonylag kevesen tudjuk most még nézni, de látható, már berepültünk a felüljáró fölé. Ezzel lehet állítani a kamerát is? Tehát nem igen. Is kell előrébb repülni? Igen, innen a távirányítóról tudjuk vezérelni a kamerának a szögét is. Ilyenkor, hogy itt 2 milliót reptetsz, mekkora az adrenalin? Már sem ekkora? Hát azt mondanám, hogy már sem ekkora, de most ez az élőadás egy kicsit hozzátesz a lábremegéshez, úgyhogy... Na, hát akkor egyből egy védett objektumot, a Fradi pályát próbáljuk megközelíteni, és nézzük meg, hogy néz ki belülről. Ne szálljunk le, mert azt nem lehet beleszállni, de a hallgatók láthatják a frissen elkészült Fradi pályát, hogy néz ki belülről. Gyerekek, ez nagyon masszív, szép képet ad egyébként. Aha! Semmit nem látok belőle. De egyébként szerintem biztos, hogy hú, te rendben van. Mi ez a kép, jó. Vagy a pálya? Ez nagyon jó. Most ez nem egy rögzített kép, a kettőről egyébként is most itt vakítottunk minket. 180, ott látszik a magasság, mérő a... nagyon nagy. Így van, 210 méteren van a drón, hát ebből már nagyon sokat egyébként nem látni szabad szemmel, viszont aki nézi a Ustreamet, az láthatja, hogy a Fradi pálya fölött repülünk jelen pillanatban éppen, és mivel állítható a kamera, így át tudunk nézni végig a Lágymányosi hídon, látszik a Duna, most elfordulunk a Nagyvárad tér felé, Sotét látjuk, és például a Nagyvárad tér környékén remekül halad a forgalom. És ott a hentesünk, tehát csak mondom, hogy ott a hentesünk. Igen, látod azt a sarkot? Oda kéne letenni, mert ott van a Feri kolbásza megsütve. Tök jó nektek egyébként, itt állok mellettek, de én csak egy bőrkabátot át. Hát de tudod, hogy de az nem, az, szép, nem? Tudod, hogy nem az életnapos oldalára születtél. Figyelj, ezzel egyébként a légügyi hatóságok bármit megengednek? Tehát nem nyúlik meg a bajotok? Bárhova repülhettek? Vagy hogy van ez? A tiltott légterekben nem, uh-huh. De egyelőre erre még nincsen olyan szabályzás, ami tiltaná. Azt hallottuk, hogy erre idén hoznak majd törvényeket, hogy mit, hogy lehet merre repülni. Választások után lesz, és ez lesz az első. Aha. Hát figyelj, gondolom ez a drón szabályozás azért annyira, igen, tehát ez erre még azért úgy nincsen, ez még azért nem egy hétköznapi elfogadott dolog, hogy drónok repkedjenek Budapest felett. Szabad szemmel látszik a vaspók, ott van. Ahogy nagyon beszél, nagyon megy bár. Hallod, ez a vaspók. Elrepült a vasmadára, öcsém, én most biztos vagyok, ha lenne rá egy ezesem, hogy a Teve utca tetején már tárazzák be a mi 8-as bakker. Figyelj, hogy rajta villog valami leszállófény, vagy felszállófény, azt látjuk? Hátulján van egy indikátor, ami visszajelez nekünk infókat. Ezt a szót kerestem én is, hogy indikátor LED, ami visszajelez nekünk infókat az aksi állapotról, GPS-ről,
de ugyanezeket a lesugárzott képen okay. is látni. Oké, megmondom, mit csináljuk. Nézd már meg kérdőnél, hogy hogy áll a svájci frank. Megmondom, mit csináljuk. Gyertek a felüljáró fölé egy kicsit vissza, repüljünk ide fölé, lássák az autósok, akik itt elrepülnek fölöttünk, és egy kicsit hoz lejjebb. Már nem úgy értem, hogy szélvédő magasságba, elképesztő egyébként, hogy hogy irányítod. A vaspók, gyerekek, hát oda-vissza repül ez a vaspók. Ha koccanás lesz, nem fizetek. Adunk betétlapot. Itt vagyunk most a felüljáró fölött, bárki, aki fölnéz, egyébként a felüljáron áthaladva, az láthatja ezt a kis vaspókot, amint pont itt a Hungária. Vaspók. De hogy átváltozott? Micsoda törzsfejlődés? Mi a vaspók? Repülnek vasparipáról vaspók. És a streamen látszik egyébként a Pénzverde, ahol a mi kis munkahelyünk van, és fölötte pedig a felüljáró, ahol lassú ugyan, de egyenletes a haladás. Te tényleg integetsz neki, Jani? Aha. Van rajta kamera, látom. Hogy olvasol ezekből a nemzetközi kézjelzésekből? Igen, ez az integetés. Na, látják az autósok? Látják. Ott van pont a fejetek fölött. Néhányan egyébként az autóból nézelődnek kifelé, és próbálják a vaspókot bemérni. De a vaspók rejtőzködik. Ha 10 az egyenlő, hogy innen eltalálom kavicsal. Nézd meg, de jó. De jó. Tényleg jó minőségű képet ad egyébként? Abszolút, közben dudálnak a hallgatók, akik anya! Látják. Anya! Akkor 4:11-kor a Europarkban. Akkor mondod, hát ha nem hallja, olva. Jelen pillanatban ez a kis madár lerepült a felüljáró fölé, egy olyan 3-5 méterre már csak. Itt mennek ugye a felüljáró mellett az autók, kicsit fékeznek is, meg fölfelé néznek, egy olyan 8-10 méterre az út fölött repül a vaspók, az anyát. Mennyi az aksi, hogy mennyit bír, hogy van ez? Hát egy aksival olyan 7-8 percet tud repülni. Az mondjuk zabálja az aksit, nem? Hát igen, elég nagy aksik vannak benne, de sok a áramfelvétel nagy a teljesítménye a motoroknak, úgyhogy lemeríti pikpak. Télen ugye a hideg miatt egy kicsit csökkenhet, de lehet látni azt a fekete dobozt, amiben éppen berakja a márk az aksit. Figyeljetek, egyébként ezt az irányítást én nagyon szívesen kihagyom ezt az irányítást, mert ebből sok jó nem sülne ki. Tehát, de most már legyél bátor, itt dumáltál egész reggel, vállald igen, be. De azt nem bemondták. Fél perc csak múlva. Csak egy ember beszél, mert nagy a káosz, mondjad? Fél perc múlva akkor bele tudsz nyúlni, hogyha ki akarod próbálni. Felszállok és mehetünk. Na, jó. Sose vágták gajra ennyi idő alatt 2 milliót, nem? Cseréltetek aksit? Valamitől el kell kezdeni, igen. Cseréltetek aksit? Na, akkor repcsesd a vasmadarat, tesó. Oda néz, hogy repül. Oda néz, megint felrepült a vasmadár. Ah, megbocsant, öcsém. Egyébként nagyon jól néz ki, egy ilyen kis 8-karú pók röpköd itt a Hungária körúton. Azért megszámoltam, tényleg 8. Igen. Jelen pillanatban 5000 ember nézi a streamünket, úgyhogy... Mindjárt bali irányít, most vagyunk fönt, a kijelző szerint egyébként egy ilyen 100 méteres magasághoz közelítünk, 90 méter magasság, most azért látom, följebb mész meg kicsit, azért most megijedtél, tehát nem ez a 80 méteres. Hát minél magasabb, amink annál nagyobb a biztonság, igen. Érzem a bizalmat, érezted azonnal fölvitte 300-at, mert onnan olyan nagy baj nem lehet. Szabad szemmel, nyilván akik most kinéznek, mit tudom én, a Szerémi úton, a Lágymányosi hídnál, a Budai, ez teljesen észrevehetetlen, nem? Tehát ez annyira hát, ebben a magasságban, igen. Tehát sokszor van olyan, hogy a kép alapján repülök, és ugye azt nézem, hogy jó legyen a kép, rá akarok pillantani a kopterre, és nem találom. Na, akkor egy kis gatyába rottyantás van, de szerencsére a kép... Van rajta a GPS egyébként? Tehát te tudod, hogy éppen hol van? Igen, a kijelző mutatja, hogy én hol vagyok. Olyat nem tudunk csinálni, hogy ráakasztunk egy bögrét, és valahol ledobjuk egy hallgatónak? Tehát mondjuk a Nagyváratéren random módon, aki elkapja? Tehát ilyen nincs. Aha. Na, hogy beszorjuk az országot egy bögrével, az jó lett volna, nem? Hát szerintem igen. De mondjuk figyeljte, van rá egy deákom, hogy a Balázs csont nélkül beleteszi abba a kéménybe. Na, melyik az irányítókar? Na. Menjek át a túloldalra. De lemolintam neked, mondjuk. Akkor nem lenne munkád. Az is igaz. Na, a Fradi pálya fölött vagyunk, csak mondjuk közben a hallgatóknak, akik nem látják, hogy mi történik. Részben a Hungária körút, részben a Fradi pálya látható. Jelen pillanatban, ha valaki a... Melyik ez az út? Ez az Üllői út, ugye Nagyvárad tér. Ha ott fölnéz, akkor valahol ott látható a vaspók, amint repül. Na, melyikkel tudok irányítani? A jobb oldali karral tudsz dönteni előre-hátra, aha, és igen? Akkor elindul. Bár ugye... Ilyen de látom, ja, előre-hátra. Jó, azonnal elhúztam oldalra. Várjál, bocsánat, kicsit. Oldalra is tudod, akkor jobbra-balra megy. Aha, és most merre megyünk? Most előre, csak mert ilyen magasságból ugye... De most megindult a Megindultunk előre. Kérem szépen, a Hungária körút felett repülök, és repülök visszafelé. Igen, igen. Merre repülök? Visszafelé. Aha. Hát el is elvesztettük a vaspókot. Hol? Ott jobbra van. Aha. Hol? Hát gyerek, ott van, megvan. Megvan, ott jön vissza. Villog is. Hát nagyon nem repültem. Nem? De nekem elég volt, nem akar. Hát te vagy az új besegély. Hát érted, elsőre senki nem ilyen jó. Azt hallottad, elsőre senki nem ilyen jó. Következő történt, jobbra 3 másodpercen keresztül elhúztam a gázkal. Gyerekek, akkor átrepültem, már most le kell gyűjjek. Leteszem a hajamat, akkor átrepültem. Jó, egyébként nincs benne több, mert hogy ez
Szasztok! Hallgatói füllel kevésbé izgalmas, mint amennyire az embernek, aki irányítja. De nyugodtan. Ezért kell nézni a streamet. Nyugodtan visszatehetjük szépen. Egy szép landolást kérünk szépen. Nagyon klassz kis szerkezet ez egyébként. És milyen ügyes volt a Bessenyei, első alkalommal berakta az árpásba. Na jó van, hát srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jön a madár egyébként már csak egy olyan 10 méterre. Szépen atmoszférába bejön a hangja. Komoly szerkezet, ahogy így azért megérkezik, nem? Ha, jobban szól, mint a Forma 1. És ebben a pillanatban a paripa landolt. Hát köszönjük szépen. Srácok, mi a következő megbízatás? Van már valami? Most jelenleg nincs. Várjuk a megrendeléseket. Illetve a dagácsront megnyitóját. Igen. De... És volt egy nem fogadott hívásatok a NAV-tól. hogy fülkészítik az úszómedencés házakat. Szóval megrendeléseket vártok. Igen, hát vannak fix ugye műsorok, amit említettem, abban dolgozunk, de egészen hofokiesen naptár, úgyhogy nyugodtan lehet minket keresni. Jó, hát ügyesek vagytok, meg ez egy magyar dolog, ti találtátok ki, fejlesztettétek, sok pénzt tettetek bele, úgyhogy kívánjuk, hogy sikerüljön. Márk Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy kutatás szerint a britek 60%-a az első együttlét után nem meri szemtől szembe megmondani a másiknak, hogy nem szeretné folytatni a kapcsolatot, hanem különböző kifogásokat keres, és hát ha a britek ezt csinálják, akkor valószínű, ezt csinálják a magyarok is. Kicsit kutassunk mindenki portáján, hogy mi a helyzet Magyarországon. A legtöbben állítólag pusztán felszívódnak, és soha többet nem veszik fel a telefont, ha az együttlét nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. A toplista második helyén az inkább folytatnám a korábbi kapcsolatomat, míg a harmadik helyen a terhes vagyok az exemtől áll, mint kifogás, ha valaki fölhív egy éjszaka után, hogy szeretne veled ma újra találkozni. A legbizarabb, amikor pedig valaki egy fertőzés kikezelésére hivatkozva mondja azt, hogy szörnyű fertőzése van, szeretné kikezeltetni, majd utána esetleg találkozzanak még. És azt is mondja, hogy te is menjél, mert hát ugye tegnap... Szerintem nem. Szerintem, hát azt már az ugye az alanyra bízza. Hát jó, de tegnap este voltunk együtt a Jánnyal, és akkor most fölhívom, hogy ma este is legyünk együtt, és azt mondja, hogy van egy... Hát megkapta, ma kapta meg a leleteket, igen. Aha. Na nézzük végig akkor ezeket a mondatokat részletesebben, illetve mindenki gondolkozzon, hogy volt-e olyan párja, pasi nő, akit nem tudott lerázni egy éjszaka után, és már valamiféle különleges kifogást kellett találni, mert a pasi vagy a nő eltántoríthatatlan volt, és mindenféleképpen akart még egy éjszakát. Ugye a pusztán felszívódás ott az egy egyértelmű jel. Tehát egy nő neked nem veszi fel a telefont egy szex után, az éjszaka után, az egyértelmű. Hát túl jó voltam. Meg hát hogy annyira jó volt, hogy nem akarja ezt még egyszer átélni, mert fél, hogy beléd zúg. Igen, nem inkább nem veszi föl többet. Igen. Hát ha már ugye másnap, vagy még aznap este elkerüli azt, hogy megadja a telefonszámodat neked. Tehát, hogy elkezd már ott. Mert ugye, oké, tehát, hogy most arról beszélünk, hogy nem veszi fel a telefon, nem tudod elérni, stb. De akkor már megadta a számot. De az első lépés az mégiscsak az, hogy már a számot sem akarja megadni. Na jó, de tételezzük föl, hogy ha már szex van, akkor azért már úgy kerültetek ágyba, hogy tudod a számát, nem? Tehát, hogy nem egy diszkóba rángattad el, hanem mondjuk volt egy randi, és tök jó, elindult valami nagyon jó, volt valami kémia, de annyira bűroc volt ez az éjszaka, amit együtt töltetek valamelyik fél szempontjából, hogy effektíve nem akar vele többet találkozni. Tehát tudja a számodat, csak nem teljesítettél úgy, ahogy kellett volna, és nem akarja megadni. Ezért elegánsabb az, hogyha például az egyik kollégádnak a számát adod meg. Sokkal jobb, szerintem korrekt. Igen. Hogyha már megvan a számod, és nem veszi föl mondjuk ötször, akkor egy idegen számról hívni. És ha azt fölveszi, akkor szintén nem. Nem, mégis az. Tiszteltó tessék. Igen, az szép. Igen, a Titus számát adjuk ki. A második helyet nézzük meg. Inkább folytatnám a korábbi kapcsolatom. Ugye ezt se akarod egy éjszakás kaland után hallgatni, akivel mondjuk szeretnéd komolyra fűzni, vagy oda vagy a csajér, fölhívott, hogy akkor legyen majd újabb randi, és azt mondja, hogy hát köszi, nem. Ennek sohasem örültem, amikor ezt mondtál. Nem? Hallottál ilyet sokszor? Nem, hát próbáltam így fellapozni így a múltamat, és értem, hogy azt is tényleg. Mi volt, hogy nagyon tepertél a csaj után? Nem, túl jó vagy hozzám, János. Igen, nekem te túl jó vagy. János, akkora gyönyört adtál, hogyha félek, még egyszer kinyitod nekem a gyönyör kapuját, beléd szeretek. Igen. És általában te miket hallottál, milyen kifogásokat, vagy mi volt? Nem volt semmi. Nem volt semmi? Imádom, hogy rárepültél rögtön. Hát csak kérdezem, hát próbálok valamit csinálni a dologból. Ez. Hogy? Ez a maradjunk inkább barátok. Ez volt? Aha, igen, az a legkellemebb. Amit nem jó hallani egy nőtől, az a mondjuk egy szex után, nem, az a maradjunk inkább barátok. Pasitól hallott. az se rossz. Az se rossz. Maradjunk inkább barátok. Hát
Nem tudom, hogy nekem valaha mondta valaki ezt a mondatot, de szerintem belebetegedtem volna. Ez szörnyű. Ez szörnyű. És mivel ráztak le régen? Tessé? Mivel ráztak le? Balázs, ha még egyszer átjössz. Se szeretőnek, se pasi, barátnak inkább hagy. Balázs, ha még egyszer átjössz, és ugyanazt okozod, mint tegnap, nem szállok le rólad. Inkább ne gyere többet. De őszintén. És akkor nem jöttem. Nem, ilyen esetem effektíve nem volt. Azért kérdezem. A hogy túl jó vagy olyan nekem. Volt, hogy én valakit leráztam. Jó, akkor fordítok a kérdésem, hogyan csináltad? De hogy ne hárulj, éppen nemi beteg gondozom, hogy szörnyű, annyira megjelentek a bonjour cseppek. Sajnos. Nem tudom, valószínűleg nem veszed föl, vagy nem reagálsz, vagy megpróbálod valahogy így elmismásolni. Szerintem a legrosszabb duma ez a túl jó vagy nekem. Az nem, nyilván nem, az nem, nem, az egész szakótárs nincs olyan hülye, aki ezt benyalja, hogy fölhívsz egy csajt, akivel te előző este együtt voltál, és azt mondja, hogy fia, annyira jó vagy, hogy túl jó vagy nekem, ne találkozzunk. Tehát ez ilyen nyilván nincs. Tehát ez a dolog, ez nem létezik. Ne roncsuk el a barátságot, az milyen duma például? Hát ugye ezt is sokan használják. Hát ha sose voltatok barátok, és egy ilyen egy éjszakáskor ne roncsuk el a barátok. Nem, hát de ugye tegnap este ismerkedtünk össze. Ja, akkor izé. Igen, hogy a Demát azt mondja, hogy megtörtént az egy éjszakás kaland, és azt gondolja, vagy azt mondja, hogy akkor jobb lenne visszaállítani az eredeti állapotot, mondjuk ha egy-két hétig már előtte, mit tudom, haverkodtatok. Ha mondjuk sose rosszabb barátot, mint aki időnként lefekszik veletnál, hogy csak fel arra van muszusod, nem? Maradjunk továbbra is barátok. Hát ha neked ez a barátság, akkor ha terhes vagyok az exemtől, azt se akarod nagyon hallani. Nem. Nem? Nem. Ugye? Nem, mert akkor már valószínűleg tegnap este is terhes volt, ugye? Elképzelhetőleg, és akkor az már olyan, hát Azt nem biztos, hogy akarod hallani. De tényleg van az a típus, aki egyébként ugye nem bírja elfogadni, hogy nem volt jó az az adott éjszaka, és valahogy nyomul. Nem? Hát van ez a levakarhatatlan típus. De ugyanakkor meg az első éjszakából levonni komolyabb következtetéseket, az olyan... Hát ott valószínűleg nem az első éjszaka, ott a személyeddel van baj, mert igen, az első éjszaka után még finomodhattok, összecsiszolódhattok ti, lehet az még jó, szokták volt mondani, a véletlenül rosszul sikerült, de hogy ott a személyeddel van baj. Csak azt nem értem, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj, tévedtem, kicsit túl sokat ittam, te keveset. Igen, nem voltunk egyenrangú partnerek. Te nem mondod meg neki alapjából, hogy nem akarod megbántani. Nem? De most a hazugság szebb, jobb hazugság? Könnyebb. Meg nem, ha nem veszed vagy egyszerűen könnyebb. Vagy hát, kinyomod, az meg olyan, tehát olyan... De ki az, aki azt mondja, hogy figyelj, szörnyű volt. Ne haragudj, azt kell, hogy mondjam, szörnyű volt, soha a büdös életben ne hívjál többet. Tehát és szerintem nem más férfit se hívja, és szerintem senkit ne hívjál föl, és szerintem ne gondolj többet a szexre, és szerintem eszedbe ne jusson soha többet senkivel szexre, annyira rossz volt. Tehát ezt nyilván senki nem mondja meg, tehát elindul a pasim van, csajom van, tehát elindul a terelés. Tehát a britek nem hülyék, ezt Magyarországon sem csinálják. Régen volt egy nő, akivel rossz volt, megmondtad neki másnap? Nyilván nem mondtad meg. Hát persze. Ugye? Aha. Hogy figyelj, hát ne haragudj. Ez egy vicc. Bármi, csak a szexet többet nem. Nem? Hát ezt így nem mondod el. Nem, de ugyanakkor tehát, hogy mégiscsak hazudsz. Tehát abban a pillanatban az jobb, hogyha hazudsz neki. És akkor bejössz ezekkel a izékkel. Magadnak jobb, hát könnyebb, jó. Persze, hát neked, de a hazugság mindig a saját helyzetünket könnyítik egy kicsit meg. Tehát itt nem azért hazudsz, hogy neki most jó vagy rosszabb legyen, hanem azért hazudsz, hogy neked könnyebb legyen, illetve nem akarod megbántani. Nem, Juli? Hello! Sziasztok, fiúk! Az a baj, hogy ti azt hiszitek, hogy azért rázza le, mert rossz a szex. Hát nem feltétlenül azért ha rázza le. Jó? Jó lehet a szex, csak nem akar komoly kapcsolatot. Na, de akkor elvitte, megcsinálta, hazaviszi, aztán viszont látásra. Hogy parancsol a kedves, hogy ha elvitte, megcsinálta ezt? Igen, és utána hazaküldi, vagy lerázza. Én engem nagyon sokszor ráztak le. Ne, tényleg? Igen, és mi volt a duma? Hát az egyik kedvencem, de hát az felért egy tökörugással, amikor hajnalán kikelt mellőlem a pasi, és így álltam, hogy mi a túró van, és mondta, hogy hát akkor ő megy. És mondom, miért mész? Hát mert otthon várnak. És így álltam, hogy micsoda? Aha. De hát te itt laksz. Tehát 20 éve együtt vagyunk. Tehát, hogy ez a pasi, ez minden este ott volt azon a szórakozó helyen, hát úgy nagyon úgy tűnt, hogy nincsen senkie. És akkor azt mondta, hogy hát, hogy együtt él a volt feleségével, és hogy nem akarja nagyon bántani. Aha. Tehát, hogy ő most hazamegy, hogy azt higgye, hogy ő csak sokáig volt ki, de nem ott aludt valakinek. Aha. Úgyhogy ez volt a kedvencem. De én az a fajta voltam, aki
aki egy ideig SMS-eket küldözgetett, meg úgy néha... Mondjuk ezért visszakérdeztem volna, hogy nem akarod bántani a feleségedet, te pronya, hát most feküdtél le velem. És nem, hogy egyáltalán ott aludt? Vagy hajnalban ment el? Elaludt mellettem, majd aztán felöltözött és elment. Uh-huh. De hogy, tehát, hogy én egyébként halálszánamos voltam ilyen szempontból. Mi, nyomultál utána SMS? Igen, tehát ennél a pasasnál pont nem, mert itt tudtam, hogy itt esetleg valaki más felveszi a telefont, az tök ciki, és nem akartam bekavarni szegénykének az életébe. De hogy igen, én de is sátrat vertél a lépcsőházuk előtt? Hát nekem nekem volt olyan, hogy én lent vártam a lépcsőházban. A pasit nem, azért, hogy fölmenjen, hogy otthon megnézze, hogy otthon van-e a barátnő. És közben ti pedig? Nem, én lent vártam, hogy zöldjelzést kapok-e. Atya is, te Juli, neked van ilyen, neked ilyen nekem életed volt, van? Nem, nekem volt egy ilyen időszak, amikor azt gondoltam, hogy nekem mindenképpen van, kell valaki. 16-28-ig. Atya is. Nem, ez egy körülbelül egy ilyen év kerested volt. Kerested az igazit, ezt így mondják. Hát én nagyon kerestem. De nagyon ennél kellemetlenebb nem volt, ugye? Most nyugtass meg. Tehát nem volt olyan, hogy valaki feljött és megkérdezte, hogy Juli, te is viszketsz. Micsoda, hogy Juli, te is viszketsz. Ilyen nem volt, ugye, hogy valaki rácsörgött. Nem. Hála jó Istennek, nem. Nem, én küldtem az SMS-eket, néha felhívtam telefonon, akkor azt mondta, hogy most nem ér rá. Akkor mondtam, hogy jó, akkor várok, és akkor ültem a telefon mellett, és hogyha egyet berend, akkor már így árepültem. Na jó, de akkor belezúgtál, az más. Én mindig akkor... mindenkibe belezúgtam. Igen, veled egyszer lefekszik valaki, és belezúgsz. Tényleg? Milyen romantikus vagy, aranyos. Létszínelőjétek le az SMS falunkat, ne írjatok! Nem jelentkeztek, férjes asszonyról van szó, két gyerekkel, ennyi. Igen? Én nem tudom, nektek ez működik így szerelem nélkül állítólag, én nekem nem ment. Ja, tehát gyorsan szerelmes lettél, és már jöhetett. Én azonnal szerelembe estem, és azt gondoltam, hogy ő is, és hát ezt aztán egy csomószor. Ja, gondolom, akkor ez még amikor fiatal voltál, nem? Tehát a csajok azok, amikor fiatalok, akkor beleszte... Miért most öreg vagyok? Tessék? Nem, hát... nem. Mennyi vagy? Hány éves vagy? 34. Hát nem vagy már fiatal, de nem vagy öreg, nem? Ne, hát a férjem előtt, de hát most már nincs miről beszélni. Ja, tehát a csajok tényleg egyébként így nyomják sokszor, tehát ők akivel kicsit lefekszenek, abba kicsit már bele is zúgnak. Tisztelet a kivételnek, nem? Ebből a szempontból a pasik könyörtelenebbek tudnak lenni. Én nem találkoztam még, azt mondják, hogy vannak olyanok, akik így tartanak itt pasik maguk mellett, akik tehát így használnak, meg hogyan... Szóval, hogy ez szokott működni. Én még soha az életben nem találkoztam olyannal, aki összejár azért, hogy le legyen nullázva, és utána aztán mind a kettő hazamegy, és mennek a dolgukra. Nem ismersz ilyet? Én nem. Bemutatok egyet-kettőt. Nyolcat tudnék azonnal mondani az ismeretségi körömben. Na szóval engem le kellett rázni. Szerintem egyébként ezzel követted el a hibát. Tehát, hogy ezt érezték rajtad, hogy te ez a ragaszkodó típus, ez a kicsit szerelmes leszek mindenkiben. Attól a csajok, attól a pasik menekülnek, főleg akik menekülnek. Egy éjszakás kalandot keresnek. Picit lettél volna távolságtartó, picit lettél volna dívább. Persze, egészen máshogy csinálnám. Ők koslottak volna utána. Igen, de például állítólag a férjem azért, hogy is mondjam, ebbe a tulajdonságomba szeretett bele, hogy ott volt utána egy csaj, aki hazament, és rendbe rakta a szobát, és otthon teremtett, és azt látta, hogy jé, egy nő, aki, hogy is mondjam, elkezdte értékelni a többi aki tudja párosítani az zoknika. Így van, pontosan. És olyan volt, hogy te palit ráztál, hogy nem akartál vele többet lenni? Soha. Akivel szexeltél, azzal lenni akartál? De könnyű eset vagy, ez jó ebből a szempontból. Na de mi? Hát én ott voltam, tálcán kínáltam magam, és azt gondoltam, hogy hát de nem, de most... magad? Nem rossz? Igen, de azt gondoltam, hogy nekem van egy... alpaka tálcán. Úgy voltam vele, hogy... Sziasztok, nekem... Kimba bugyi rajta nincs. Nekem volt egy csomó plusz értékem, és azt gondoltam, hogy nyilván, tehát hogy én felcseréltem a sorrendet. Én azt gondoltam, hogy először ágyba kell feküdjek valakivel ahhoz, hogy utána a többi igen, értékemet elkezdje értékelni, meg megismerje. Közben én nem jöttem rá arra, hogy ez úgy történik, hogy először szeressem meg, és utána bújjak vele ágyba. De hát, na most igen, az összes volt pasid, ideig. Elkezdte keresni a régi számodat. Talán még meg valahol. Sajnálom, de ez a hajó elment. Gyorsan visszaírok neki. Igen. Saját fülemmel hallottam, hogy két pasas vesészte, hogy dobja a csaját, erre végül megszólalt az egyik. Légy férfi, és ne hívd többet. Aha, de szép. Nekem a lány két nap után mondta, két nap után, hogy máshogy alakult az élete. Nekem a végén anyukám vette fel a telefont, és közölte a sráccal teljesen nyugodt hangon, hogy a vőlegényemmel vagyok. Na, nekem is volt ilyen, azt mondta, Győrbe kell mennie, mert pöttyös lett a kukia. Ó. Mondtam neki erre, hogy örüljön, végre látható lett. Ez szép. Na, ez a nemes boss. Ezt Bea küldte nekünk, köszönjük szépen. Megtörtént eset, lány és én romantikus este Kecskeméten, majd haza hozzám, eszméletlen szeretkezés,
majd egy kérdéssel agyonvágva elveszel feleségül? Kicsit gyors. Ekkor én lementem pizzáért, mert megéheztünk, ez volt 5 éve, azóta viszem a pizzát. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Tibi! Tibi! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi, ma 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 ma. Tibi! Tibi! Jani, na, megfogta, Jani megfogta a pocakomat, tényleg felszaladt egy pár kiló. Most akkor mi van? Jön a nyár, le kell mozogni. Vagy így, vagy gyere velem. Ti jojózgatok? Jön föl egy picike, vagy tartjátok? 100 kiló alatt nincs is férfi. Na! Hát ezt a ügyes. Tudod mi? Ez a kövérek magyarázata a saját testalkatukra. 100 kiló alatt nem férfi a fersze, mert egy 80 kilós férfi nem férfi. Miért? Nem? Mert amíg a kövérember lefogy, addig a sovány ember éhen hal. Feri, te jojózgatsz? Jön föl valami? Hol van már? Vagy folyamatában jön. Erre még föl, vicces. Figyelj, Feri, ezen a téren a legjobb, aki csinálja, Buddha, és ez tök jó, mert minden ember szorong a súlya miatt, ilyen olyan a Feri, meg azt, hogy gyerekek, élek, így benézek ki, szeretem az életet, ennyi. Így kell csinálni. Egyébként, ha már ilyen tested van, akkor tegyél. Akkor legyél rád büszke. Az ilyen, ha már ilyen tested, ugye ide undorítom. Ha már így nézel ki, ha már így. De hogy is, nem ezt mondom, hanem, hogy te csinálod jól. Nem, te csinálod jól. Ízlésesen alul van. Figyelj, önképzavar hazánk egyik nagy népbetegsége. De tényleg, tehát még az is, aki egyébként jól néz ki. Tehát azt mondod, gyerekek, így nézel ki, együnk, ígyunk, érezzük jól magunkat. Kész. Minek stresszelje? De a Feri ebbe tudna neked órát adni. De jó, hogy vett, tiszi, mi ez itt? Rászorított a hájadra, majd leült. Tele volt szeretettel az iskoládat. Mennyi szeretet van benned? Apropó szeretet, a múltkor kajáltam egy kínai étterembe, oda jön hozzám egy bácsi, elmondja az egész életművemet, mert nem volt hosszú. Elmondja az egészet. Jaj, de szeretem a hangodat, meg a humorodat, meg a mindent. Jaj, de tényleg, hogy szeret meg a zenekarra, mi van azzal a kislánnyal, együtt énekeltek-e már, nem már. Jaj, de kár, odaül hozzám, éppen eszünk, odahúz egy széket, tovább beszélget, hogy nem érdekli, hogy kajálunk. Majd negyed óra után megkérdezed, de a kutya fáját, de hogy is hívnak már, azt viszont mindig elfelejtem. Megtörtént eset, tényleg. Hogy is hívnak, azt mindig elfelejtem. Erre én rá tudtam tromfolni egy kicsikét a hétvégén egy koncerten. Nem voltam egy ilyen biztosítók szövetsége, vagy nem tudom, mi volt pontosan a buli. Gizda Hotel, Gizda Nagy Terem, megérkezik Kasza Tibi, és nem tudom, így amúgy nyomom a bulit. És van egy hölgy, aki picit olyan passzívban nyomja, egy picit olyan féloldalasan ül, nem tudom, kicsit úgy Gizdának is. Hát nem szeretett. Hát vagy, nem, vagy úgy valami, nem tudom, valami nem stimmelt. És ugye elkezdtem kicsikét úgy szurkálgatni. És gyakorlatilag egy 300-400 fős terem, egyszer csak azt látom, hogy lefalfehéredik, megáll a kezébe a kanál, amikor elkezdem tolni a hölgynek, hogy látom, miről van szó. Hát van köztünk egy kis állatias vibrálás, de nem kell bevallanod. Megkívántál, de ez tök normális. Mondtam ezt a postabiztosító vezérigazgatójának. Ahogy kell. Azt is szerettem, hogy te is ilyen vagy. Várjál, utalásos vagy kesses volt? Reméltem, hogy addigra már számláztunk. Mindenképpen onnan láttam, hogy nagy a baj, hogy egy ilyen 400 ember falfehéren álló kanállal, hogy ne csináld, ez nem jó. Csináld. Majd utána jöttek oda, és ugye megvolt azért a dologban. Volt ilyen, amikor egy picikét rossz fele haverkodtatok, vagy rossz fele arcoskodtatok? Volt ilyen besülés? Volt. Én még az épluszos időszakomban fogadtam a vendégeket a stúdió előtt, és megérkezett Vince Lilla, fingom nem volt, hogy ki őt. És mondtam, hogy mondom, tessék nyugodtan maradni, mert iszom egy kávét, és jövök a sminkbe, mert azt hittem, hogy ő fog engem sminkelni. Ne hülyés. Tessék, mondom, nyugodtan leülni, mondom, iszom egy kávét, és mondom, akkor mindjárt jövök, mert 5 perc adásom van, akkor gyorsan. Meg vagyok, ha a sminkel hamar, tudod is. Vince Lilla vagyok, jöttem vendégnek. Ja, mondom. És hozzád jött legalább? Igen, akkor egy interaktív nevű élő műsorunk volt még, és hát mondtam, hogy jövök, mindjárt beugrom hozzád a sminkben, jaj. 5 perc alatt megleszel velem. És mondtam, hogy nem, én a vendég vagyok, kellemetlen. Ferenc, te rendezvényen? Én nagyon rendesen viselkedek. Nem lehet ilyet, hogy egy igazgató asszonyjal ilyet csinál. De nem, halálkozik, hogy azonnal nem szeretném. Hozzá kell, hogy tegyem. Hozzá listája, megkérdezi, ki kicsoda, és hogy már nem kell felíteni, Horváth József Portás. Egyszer, ha arra jársz, ő lesz a legfontosabb ember, hogy bemenj. Hozzáteszem, mielőtt véletlen rossz színbe tüntetném fel az igazgató asszonyt, halál jó fej volt, egyébként utána följött a színpadra, táncoltunk együtt. Minden, tehát hogy jó fej volt, de egy pillanatra mindenki megrettent, hogy itt most nagy lesz a baj. De egyébként velem kapcsolatban is volt ilyen, azt meséltem már nektek talán, amikor múltkor mentem be a TV2-be, és a biztonsági ráállt az ajtónál. És baromi előzékeny rohant, hogy nyithassa nekem az ajtót, és mondom neki, hogy jaj, és mondja először, nyitja az ajtót, és mondja, hogy parancsolj, Laci!
és utána bemegyek, nagy, de aranyos, hogy köszönöm szépen. Nagyon szívesen, Laci. És bementem. Igen, tehát hogy azért... Ja, nekem valahogy a neved nem jegyzik meg. Nekem a legcikibb az még az előző rádióban, a Danubius rádióban volt, ott dolgoztam kb. Egy hónapja, és állok benne a programigazgatón, és valaki kicsapja az ajtót, hátba ver vele, nem is köszön, meg minden, és én nagyon fölhúztam magam, és beszélt két szót a programigazgatóval, ment ki, és mondom, ne haragudj már, de te ki az Isten vagy? Ja, nem mutatkoztam be, szia, Fischer András kereskedelmi igazgató. Így mondtam, hanem ne haragudj, te ki a... Ki a idén vagy, igen. Igen. Ugyanez, a múltkor, én mikor ilyen igazgatóváltás megtörtént a TV2-n, nem annyira tudtam, hogy kik voltak, tehát az arcról még nem volt meg mindenki. Hát ott elég nagy a frustráció. És nagyon-nagyon jó fej akartam lenni, és mondták, hogy nagyjából leírták, hogy most kik a vezetők. És egy hasonló forma jött be egyszer az ajtón, sálba, tudod, nagyon ilyen decens, nagyon elegáns, nagyon figyelj. 20 éve a képernyősünk, nem ismered? Tehát ott éppen térdem voltam, és hajbókoltam, az ott az összes vágó ezen röhög, hogy annak az embernek gyakorlatilag térden állva hajbókoltam. János? Egy nagy beégés? Hát sok nagy beégés volt, de mondjuk a legkomolyabb, amire mindig emlékezni fogok, az nem egy nagy ember volt. Először azt hittem, hogy nem is emberről van szó, egy vidéki fellépésen történt. Stand-up voltunk lent, és egy étteremben kajáltunk mindannyian, és hallottam, hogy egyszer csak hangszorokból el kell szólni valami zongorázás. És én nagyon menő akartam lenni, benyúltam a zsebembe, és egy 20-as tártat nyomtam így a vállam fölött. Na jó, kussoljál már! Csönd lett a teremben. És akkor már éreztem, hogy baj van, megfordultam, és élő zongorista volt. És azt hittem, hogy gépről és megy. Azt hittem, hogy gépről megy. És csak egy rossz poén akart lenni, de és az ember ott ült a zongoránál, és elhallgatott a zenét, és így ült. Koppant a 20-as, de a 20-as pörgött, az nem véljel. Iszonyú kellemetlen. Nagyon-nagyon ciki volt. Jó, hát akkor az volna mindannyian tudunk van ilyen, persze. Felmutatni, nem? Ebben nem is nagyon tudsz kijönni, de ott nem is kell. Azt el kell engedni. Azt a szituációt. Abszolút, de nem is ez egyébként az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Figyeljetek, tudom, hogy ezt nem fogjátok megadni. Tudom. Attól függetlenül. Mert ez most a természetnek egy csodája, ellen fogok kikelni, tiltakozni, fellázadni. Én nagy nehezen, nyilván egész életem alatt megszoktam azt, hogy van a szúnyog, ami odarepül, mert nem is vagyok védirigy, én megitatom. Tehát hagyom, hadd igyon szegényke, aztán repüljön tovább. De hogy figyeljetek, én nem tudok megbarátkozni ezekkel a repülő tenyerem méretű antikrisztusokkal. Ez mi ez a kansz? Elkezdek elfutni. Tehát, hogy azért egy olyan méretű ilyen okádmány, tehát, hogy valami teljes zsák utcájának látom. Tehát, hogy a hím miért nem lehet nagyjából akkora valami jól öltözött érte? Tehát, miért kell ilyen rohadmánynak? És ilyenkor a kedvesed mondja, hogy milyen bátor vagy, Tibi. A kedvesem, aki sikítva elmenekül a szomszédhoz, befut magára zárja. Már neked kéne megvédened a kanszúnyog elől. Fújjuk a izével, ezzel a rovarírtóval, kétszer akkora lesz tőle, és elkezd harapni. Igen. Fel is van a húsra menő vérdarás. Mindenképpen fújjátok le, hiszen teljesen ártalmatlan. A parizer evő vérdarás után a húsra menő vérszúnyog. De nem azért kell lefújni, mert ártalmatlan. De miért, mit csinál? Kirepül az ablakon a flekken, amit vacsorára szeretnétek megenni? Miért fújjátok? Nem csinált semmit. Mert éppen akkor készült belém rugni. Érted? A hatalmas lábaival. Miért rászáll a hátadra, és nem tudsz felkelni reggel az ágyból? Igen, mondom neki, ülj a hátamra, és így nyomom a fekvőt. Nehezített. Figyeljetek, én vállalom, én rohadtul le. Tehát nem tudom, én futok tőle. De májusban a cserebogártól is, mert az is guztustalan, ráadásul a zümmög, neked repül, nagy. Szörnyű tragédiák. Én azt utálom. Komolyan? Én azt utálom. A szkvasütővel? Azt lehet, mert teliszütővel. Nekem van a kocsim, mind a kettő. Azt gyűlölöm. Nekem a imszúnyoggal semmi bajom. Én a cserebogaraktól vagyok. Minden, ami zümmög, meg ami csív, a cserebogár ebből csak zümmög, nem szeretem. A hímszúnyog az mondjuk a legártalmatlanabb. Ártalmatlan, de gyerekek, tehát hogy az egy ilyen röpködő rettegés, egy ilyen Fukushima szökevény, egy ilyen, tehát hogy az, figyelj, most én vállalom, úgy hoztam, hogy tudtam, hogy nem fogjátok megadni, de most szerintem rettegő családanyák százezreinek mondtam ki a gondolatot, aki szintén az asztal alá menekül, mikor meglát egy ilyen. De ha még a pincebogarnak mondtad volna a fürdőszobátokba, vagy a csótányokat a konyhátokba. Érted, de most ezt... Mondta imszúnyog. De le, fölmegy, érted, tudod, mit csinálnak? Ez van valami stratégia, mert az van, hogy az ajtó fölé így, a bejárati ajtó fölé fölizének, földekelnek, és ott várnak, és egy ilyen, és akkor elkezdenek akkor, amikor jössz ki. Előtte még
rászáll a bekeretezett aranylemezeidre. Igen, felkap egyet, elrepül vele. Igen, röpköd az Artisius díjammal. Figyeljetek, tudtam, hogy nem fogjátok megadni, mert a természet egy csodája ellen tiltakozok, de nekem ezek a antikrisztus méretű, tenyerem méretű röpködő kanszúnyogok bökik a csőrömet. Hát, figyelj, gyerekek, amit ez éreztek, amit éreztek. Ez ha főleg, ha így marad, hogy tudtad előre, ez csak egy egyes szintű lehet. Tehát, hogy ez... Hármas szintű, abszolút indokolt csőrbökés. Ja, kösz, Feri! Feri, mi van? Mire hajtasz? Napi cimbi, napi cimbi. Ez csak is egyes napi cimbi. Szegény Feri, most nem tudom. Nincs ebben ennyi, hagyjuk. Jó, nem az ítélet. Jó, akkor hármas kaptál, az a lényeg. Hármas, jó. Akkor hát, ha már benyomtuk, akkor benyomtuk. Na jó, van. Na jó. Na, majd legközelebb hozol valamit, tehát elfogadnak, azt nem fogjuk. Arra viszont már rányomjuk az egyest. Na, hogy volt-e bármi félelmed a folytatást illetően, vagy semmi? Hát hímszunyog, meg elhízás, ez csupa olyan dolog, amivel megy az idő, nem? Jól lehet alibizni. Már azt gondoltam, hogy talán esetleg kivételesen először nincs témád. De van! Egy drogériába jártam, és ebből fogom felvezetni a dolgot. Találtam ártalmatlannak tűnő kis dobozkákat, amiben mégiscsak ártalmas dolgok voltak. Hát úgy mondom, hogy csak a nagyok értsék, vibrik. Vibrik voltak. Hát ez nem ártalmas. Egy patikában? Nem patikában, hanem egy ilyen. Ezeket szépen elrejtették, nagyon gusztus a csomagolása, és úgy hívják egyébként, hogy mosolycsináló. Aha. Tehát eleve úgy bekódolták, hogy ki lehessen tenni, ezeket mosolycsinálóknak hívják. És milyen jó fantázia nevük van. Jó fantázia nevük van, de ettől még jobb definíciók vannak, engedjétek meg, hogy olvassam. Három típus van, az első típus a millió mos, a második a tűzoltó, a harmadik pedig a teniszedző, mondom, hogy mik vannak alatta. Ezek mind különböző formájúak. És megvan az, hogy milyen fajta mosolyt tud rád csalni, és hogy hogyan csinálja. A milliómos klasszikus úriember, sokoldalú, kifinomult, és tudja, hogyan kell bánni a hölgyekkel. Tapasztalt és világlátott, ismeri az érzékeny pontjaidat, és nem húzza az időt, azonnal kezelésbe veszi azokat. Aha. Ez a milliómos. Világlátott. De le van írva a jellemzés, hogy mit tud? Mit tud, de aha, a következők lesznek a jobbak, szándékosan ezt vettem előre. A tűzoltó. Minden lángol. De rossz, jó. A tűzoltó. Minden lángol. Sisakos hősünk készen áll a meleg helyzetekre. A tűzoltóhoz foghatóval még nem találkoztál. Szakértője a külső gyönyöröknek, és pontosan tudja, hova kell céloznia. Ő a kis tűzoltó? Ő a kis tűzoltó. És utána érkezik a teniszedző. Na, az érdekel. De teljesen értem, de mondom neked, ez a sportos fickó... Ez a sportos fickó tudja, mennyire fontos jól célozni, és mit jelent az erőnlét. A teniszedző mindig összpontosít, megszállottan játszik, és pontosan tudja, hova célozzon, hogy térdre kényszerítsen. De ez azt jelenti, hogy a lányok felruházzák ezen... Igen? Én azért többször beszélgettem erről. Mindig a Bibliát kerested, gondolom. Hol lehet a Biblia? Hol lehet a Biblia? Beleolvasni, már az úszcsövet. Állítólag jó. Talán, nézd, mit találtam itt. Szóval, hogy van neve, vagy úgy hívják a lányok, igen? Abszolút van neve, de hogy ezeknek tényleg ilyen a fazonja egyébként, tehát ezeket tényleg, hogyha szerintem kibontott, hát nem bontottam ki, akkor ezek tényleg ilyen kis fazonkáknak. Hát de most ne haragudj már azért, igen, nézzétek jó arcot, már meg nem? Az elsőt, a millió igen. Most, hát azzal a fejjel sérülést okozol, nem örömöt. Nem. Hát ez nyilván attól, ez egy ilyen függő. Igen, de bár fejjel lefele nézett, Feri. Ja, ne haragudj. Igen, kinek sérülés, kinek nem. Mennyibe kerül? 10 000 forint. Egy mosolyért. Nem egyért, ez hosszan tartom. Jani, hogy nem mondtad még nekem ennek a témának, azért te vagy a szakértő, hogy sima ilyen shopokban ilyenek vannak. Én mindig borotva habot veszek ott, meg borotva pengét, meg fültisztítót, meg mit a dezodort, meg ilyen hülye dolgokat. Tegnap voltam éppen, és vásároltam kókuszos tűsfürdőt és kókuszos sampot magamnak. Honnan tudod, hogy az volt? Megszagoltak. És kókuszos, bocsánat, ez meg kókuszos samponnal mosod. Az SMS-emét, amiket anyának küldök haza. De mire fejbőrt is samponnal kell mosni? Aha, mikor mostad meg? Ja, azt hiszem, csak sima szappanral átmosod. Nem, az cipőbosszal. Ezt egy kis pici kis hajkezdemény. Tegnap megmostam. Meg ma frissen mosott a fejbőrt. Persze, megszagoljuk. De kókuszos? Kicsit mélyen. Én vagyok Kókusz Jani. És te láttad, hogy ott vannak ilyenek? És nem szúrtam még ki, valószínűleg a csomagolás miatt. Pont emiatt a játékos csomagolás miatt, hogy tök diszkrét az egész, de most már meg fogom nézni. De mi lehet, hogy a gyerek arra megy, hogy tök cuki a csomagolás, hogy apci, a tűzoltót, és mondjuk a gyerek akkor a teniszedzőt. És ott a gyerek földhöz veri magát, és nem tud neki elmagyarázni, hogy ez egyébként nem fog téged megtanítani semmire, de vihetünk egyet anyának, ha szeretnéd. De azt hiszem, hogy egyenáras.
Tehát, hogy a tűzoltó nem drágább a teniszedzőnél. Nem. Nem. Nagyon korrekt. Mindegyik ugyanabban az árban van. Tök jó. És azért, hogy diszkréten lehet róla beszélgetni nyilvános helyeken. És van egy új teniszedzőm. Komolyan. És kevergeti közben a kis kapucsinóját. Képzeld, engem tegnap meglátogatott John a tűzoltó. Kivonult a tűzoltó. Ajánlom neked. Olyan büszke vagyok rá, van egy milliómosom. Igen, kölcsön adod a teniszedződet. Egy milliómosért. De nyilván ez azért van, és erre is akarom kifutatni a témát, mert nyilván az emberek szorongva vásárolnak egyébként érthető módon nyilvános helyen vibrátort, mert ugye azt mi a túróért vásárolsz. Tehát azt nem tud elizélni, hogy... Mi a túróért? Hát, de azt nem tud, értem, de azt nem tud ugye elalibizni, hogy nem nekem lesz, vagy nem tudom. Ja, tehát, hogy, hát még ilyen kérek hozzá egy díszcsomagolást, mert nem tudod, egy ellentőre, egy díszszakszorot, amiben be tudnám tenni esetleg. Zseniális. Tehát, hogyha bármi olyat akarok venni, amitől nagyon szorongok, akkor kérek hozzá egy kis díszdobozt, és lenne olyan kedves kis masnival is ráírni, hogy nem tudom, kinek szeretettel. Igen. Aranyérkenőcs. Én vettem azért Én vettem azért dupla mozi jegyet, hogy a mozipénzáros ne gondolja, hogy mekkora lúzer vagyok, nincsenek barátaim. Nézd a hülyét, egyedül jön moziba. Elmentem megnézni, az a Hubble 3D. Igen. Tudod, az a teleszkóp. Na most oda megyek, kérek egy mozi jegyet. Szia, délelőtt 11 gyere, akkor egy darab mozi jegyet. Mondom, ekkora lúzernek nem gondolhatok. Ne hülyés. Kettő darab mozi jegyet kérek, egyedül vagyok, még majd átveszem. Elmentem, átvettem. És még a jegydűje moziba, tudod, milyen nyomorult, se barátja, senki, és oda szóltam a kislánynak, hogy kezeld le most is egyet, mindjárt jön a másik időt, egyedül voltam a moziba. Senki nem jött, ők még ott várták. A hülyék nem csak azt gondolták, hogy egyedül vagyok, nézd, a hülyének el se jött, aki megígérte. Sajnos mégsem tudok jönni, küldött SMS-t. És kijöttem utána, egyedül voltam. Nem, utána kamu telefonáltam, hol voltál? Ne, de még vitted egyébként, tehát vittél meg. De nem, két pattogott a kukorica. Igen, jó, és nyomtam egy kamu telefont az IMAX-et, hogy hol vagy, nem látlak, de na nem mindegy, akkor bemegyek. Még egyszer nem csináld ezt velem, légy szíves! Megvettem a jegyeket, azt hittem, hogy te is jössz. Hónapok óta nem voltunk együtt sehol. Kikérem magamnak. És indították a filmet, még oda szólt, hogy várjunk még egy picit. A mindenség. Most figyelj, a jegyszedő lány azt gondolja, lúzer vagyok. Az eladó azt gondolja, hogy ezt a balekot nézek, senki nincs, mindenki után egyedül jön, azért kettőt. A legjobb helyre. Mindjárt jön a barátom, mindjárt. Bemegyek előre, engedd be nyugodtan, kezelted a jegyet. Senki nem jött, és az egész IMAX-be egyedül ültem. Egyedül. Tehát a kislány gondolta, a hülye el se jött hozzá. Ebből is nehéz egyébként jönni, mert ha valaki, aki mondjuk nem ebbe a terembe jött volna be ezt a filmet megnézni, benéz a terembe, mit lát? Sebestyén Balázs egyedül ül bent a moziban. Rohadt burzsúj kibérelt az egész termet. Tantrikus volt mondjuk, ennyi volt az egész mozi, de nyomorultul éreztem. Vagy mi a másik, amit gondolhatsz, reklámfilm forog. Nem? Igen. Nézd a hülyét. Igen, kettő dolog. Vagy megvett az egészet, vagy a hülye néz meg. Milyen antiszociális, megvett 300 jegyet csak azért, hogy egyedül lesz. Igazi paraszt. És arra nem gondoltál, hogy föltámaszt a kabátodat mondjuk egy ilyen valami ilyen kis és egy ilyen parfis nyelvvel, és akkor ott ül. Nem, azt sem, átültem az egyik székbe, átültem a másik székbe, és beszélgettem magam. Nem, ott már benn már el voltam egyedül, de gyerekek. Én adok ezekre. Ne gondolják, hogy mekkora lúzer vagyok. Csináltam nektek egy kis listát abból, hogy mik azok a dolgok, amiket egyébként szorongva vásárolunk, vagy mik azok a szituk, amikben az ember elve szorongva veszi részt, és próbál belőle egy picikét kikecmeregni. Ugyanilyen szerintem egyébként, mondjuk, hogy ott van egy szép nő, és beáll és egy 5-6-10-ben megvesz síkosítót, nem? Tehát, hogy az is egy kicsikét olyan, hogyan... Annál is inkább, mert most az utóbbi időben feltűntek azok a típusú síkosítók, csak láttam. Ilyen irgalmatlan, vastag, cölöpszerű, hatalmas tubusokban van. Igen, hogy az egyben tűzoltó is, nem? Az egyben tűzoltó is. Jó, de nem is nyikorognak nálad az ajtók. Kened rendesen, nem? Hát tudom, hogy mondtad, hozzá a tájföldről. Minden effektillattunk. Mondta Jani, hozzá már tájföldre, mondom, minek nyikorog az ajtó. Olyan van, megbolondulsz. Tehát, de jó, jól is szuperál, nem? Persze, minden rendben van. Hogy egy picikét szélesítsük a dolgot, ami minket férfiakat érintő dolog. Megmondom őszintén, hogy én azért... Patika? Nem is annyira. Én előre venném az urológiát. Hogy azért az urológusnál, és amikor ülsz, akkor azért megkapod azokat a sajnáló pillantásokat. Ott van egy vagy, most ha átmegy rajtad a belgyógyászat, vagy mit tudom én, a plasztikai sebészet, akkor nem, de az urológia azért általában jó, hogy ott ültök páran. Ott én voltam, az csak olyan, hogy egy ilyen bólint. Na, erről beszélek. Ott van egy ilyen kimondott, ilyen ki nem mondott, vagy éppen akár ki is mondott, ilyen neked is, nekem is, barátom. A testvérsi, mint egy ilyen egyetemi klub, az alfák. Csak így,
te is barátom, én is. Ah. Akkor hányas az, megyek utána. Nekem, neked is rossz, neked leül, is rossz lesz. Nem tudok sajnálni. Tehát ott azért tényleg, nem ciki, tényleg. Mert ott van egy ilyen sorsközösség. Ha közben ott van tényleg belgyógyászat, bőrgyógyászat, akkor nem tudod, de csak urológia van ott. Olyan oldottan mézbe vinnék senki. Ja, na azért azt megnézném, hogy te mondjuk egy tömött váróba így besétál, és mindenki ott rögök, hogy Sebestyén úr megy a vizsgálatra. És hát akkor csak mondom, múltkor urológia, bemegyek. Kis csekkolás, évi egyszer elmegyek, egy menedzser szűrés, kimegyek, mondjam, Balázs! Balázs! Igen. Jó? Amire mindenki felkapja a fejét. Itt hagyta a poharát! Nem hiszem el! Tök jó az. Jöjjön, megmutatom, hova kell menni, és átvezet úgy, tudod, a kismama, a terhes anyuka, gyerek, ne felejts el, nem kell tele csak félig, itt bemegy, itt igen. Kettő WC van, balra forduljon! Sok siker! És így ott hagy, még szól. Menni fog egyedül? Állok, mondom egy pillantás, hát ha mindenki olvasott, mondom, csekkolom, hátranézek, és 8 szempár, tudod, én meg a kis majd baram. lassú taps. Haj! Rá, Bali! Meg tudod csinálni. Balázs, eleinte csípni fog, de utána majd megszokja. Jövő héten találkozunk. Kikísért, és elmondta, és próbáltam nézni, hogy tudom, finom, érett voltam már, megoldom, higgyel. Balázs! A poharat itt hagyta. Tudod, Balázs, mire... kedves, ne felejts, jövő hét szerda varrat szedés! Igen, és mondod, jaj, de diszkrét, köszönöm szépen. A pohár, hát mindig elfelejtem, hidd el, sok mindenen túl vagyok én, már én orvosi vizsgálat szempontjából tudom, milyen az. Gyógyszertárban egy finom illúzió romboló gombakenőcs. Szerintem az azért nem, mert ott a patikusok annyira hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az inkább csak neked ciki, ő tőle bármit kérhet. Figyelj, én Tájföldön elmentem egyszer így gombakenőcsre, és esküszöm, hogy a lábamra vittem, de figyelj, de hogy azt a pantomimot, amit ott előadott a tájgyógyszerész, és mutatta, hogy hova is mushroom. Nem akarsz hallani egy tájföldi patikában. Próbáltam körülírni, hogy hát az van, hogy hát ezt történt, kicsit viszket, nem tudom, mushroom, és ott mutogatta, tehát hogy figyelj. Ha... A legdurvább egyébként a bőr és nemi beteg. Mert ugye ott együtt ül a kettő. Félve kérdezem meg, hogy a saját magam bemutatásáért, az igazgatónővel való flörtölésért, a kanszúnyogok kiirtásáért, és a szorongásért, a különböző vásárlásokért. Jogos a taps és a sikoly. A milliómosért, a teniszedzőért és a tízoltóért. Ez itt a Best of Morning Show. Lapozgattam hétvégén különböző csatornákat, volt időm egy fél órát tévézni. És zsibasztottam magam. Nem hiszitek el, hogy az egyik csatornán mit találtam, mert szeretném veletek megosztani. Ez nem magyar csatorna volt, ez egy angol száz eredetű hírcsatorna volt, ahol erről beszélgettek, hogy milyen fura és érdekes dolgok zajlanak Németországban. Én erről nem tudtam, kíváncsi vagyok, hogy ti tudtok erről. Ugyanis állatvédők beszélgettek arról, hogy az állatokra vonatkozóan melyik az egyik legveszélyesebb ország. És azt gondolnád, hogy különböző afrikai országokat mondanak, ahol ugye írtják, mit tudom, az indiai elefánt, meg az oroszlánok, éppen valami, melyik oroszlán fajtából már csak 100 példány van. És ott ül az egyik állatvédő, és mondja, hogy oké, ez rendben van, de hogy Németországban valami olyan jelenség ütötte fel a fejét, ami nem egy megszokott dolog, és ha ezt hagyjuk elszaporodni, akkor ez Európa más országaiba is egyébként megjelenhet. Ó, hát mondom, ez érdekes lesz a beszélgetés, kicsit belehallgattam. Tudjátok, mit engednek meg a németek? És mit csinálnak a németországi nagyon elvetemült állatbarátok vagy állatutálók? Nem tudom, hogy melyik. De már ki engedi meg a hivatal? Azt mondja, hogy ez egy tök normális, sem mehető dolog. A hivatal azt mondja, hogy ez egy normális dolog, aha, és legalizálták. Az állatvédők és német honpolgárok azt mondják, hogy ezt ne engedjék meg, és ezek ne szaporodjanak el, mert ebből nagyon nagy baj lesz. Hát a hivatal engedi, ez létező jelenség Németországon. Klónozás. Mit csinálnak az állatok? Szerintem klónozzák? Klónozás. Uh-huh. Nem? Klónozzák. Hát szerintem a klónozás az, ami így felháborítja az embereket, de van, ahol engedélyezett. Fülfarokkurtítás? Fülfarokkurtítás nem. Ennél sokkal bizarabb. Németország az első olyan európai ország, ahol megengedték az állatbordélyokat. Az mi? Aha. Hogy állatodat viheted bordéba? Tehát van egy kutyám? Nyugtass meg, hogy igen, hogy erről van szó. És akkor választhat magának. Társa találhat magának bent egy ugyanolyan állatot, mint amilyen ő. Nem. Képzeljétek el, hogy Németországban engedélyezik azt,
hogy te elmenjél és igénybe vedd egy állat bordély szolgáltatásait. Nem, honnan. Ez halálosan komoly. És állatvédők vitatkoztak arról, hogy ez miért rossz az állatokra. Legálisan lehet zoofil. Legálisan lehet zoofil, így van, ugye? Pedofil, nekrofil, zoofil, ez is egy létező kategória egyébként. Állatbordélyok kezdtek el üzemelni Németországban. Jézusom, beteg állatok. Hogy te be tudsz menni, és egy órára, fél órára kérhetsz macskát, kérhetsz kutyát. Én nem, kérhetsz... talán a Feri. Azt akartam, hogy van oda fapados? Van oda fapados? Kérhetsz. Ilyen vidéken náluk ez, gyerekek. Jézusom. És megkérdezte a riporter, ezt figyeld, hogy mi a legnépszerűbb állat, tessék, mi a legnépszerűbb állat, amit kérnek az ófilek, nem fogjátok kitalálni. A kígyó biztos nem. De. Ne, képzeld el, hogy a kígyó. Beletrafáltál. Elmondta a valamilyen állatvédő, vagy a valaki, aki ott ütenél a kerekasztal beszélgetésnél, hogy a kígyó az egyik legnépszerűbb, amit emberek kérnek azért, hogy fél órára, egy órára csináljanak valamit az állattal. Nem akarom tudni. És ugye azért tudjuk, hogy ennek van Stalleridon a féle vonatkozása, hogy tudjuk, hogy mit csinált, de férfiak mennek be. Rátekered az ágra? Vagy... Hogy hol tart ez a világ? Egy anakondát, Feri, hát az abból él idézőjelben, hogy halálra szorítja az áldozatát. Hát ezt akarom mondani, kisebb anakonda, gyerek anakonda megszorítja a brét. Elmondom, hogy hogy hívják ezeket a helyeket. Erotikus állatkerteknek hívják. Jézusom. Jött szóba ezen a beszélgetésen. Valamelyik angol száz beszélgetés műsorban láttam. Erotikus állatkerteknek hívják. És Németországban tilos egyébként állatos pornót forgatni. Az állatvédők nagyon erősek, de ezt nem tudták megakadályozni. És elindult. Elkezdtek szaporodni az állatbordélyok. Azt egyébként hallottam, hogy Magyarországon elég sok ilyen filmet forgatnak. Azt nem lehet, Németországban is tiltják. De ott náluk nem lehet, viszont ők annyival előrébb járnak, mint mi idézőjelben, mert az összes ilyen beteg állatot sétre kellene vágni, ezt komolyan mondom, vagy pszichiátriára kellene küldeni, borzasztó. Most mi van, ha én bemegyek egy ilyen helyre, és csak egy szobát akarok kivenni, de nem tudom, hogy jár vele egy kecske. Akkor nekünk kell keresnünk valakit magunk mellé harmadiknak. Vagy mondjuk a Morning Show-val elindulunk kitelepülni, és kiderül, hogy májusban mi promócióseink véletlenül megtalálják az egyetlen olyan helyet, ahol mondjuk te vehetsz kecskét, bárányt, macskát, kutyát, kígyót, de nem tudod, hogy egy ilyen hotelbe mész bele. És kérdezi a recepcionálnál, hogy mit szeretnél. És mondod, hogy egy szobát, talán egy jacuzzit, egy szobát. Igen, egy kecskét, kígyót, kutyát, macskát, mindent tudunk 5 percen belül a szobádba szervírozni. Egy óra, 10 euró, 20 euró, 30 euró. Kérlek, ne okoz csalódást. Arra kérlek, mert ugye, bocsi, annak idején mindig vitte magával a saját szakácsot, te pedig vinnéd a saját muflonodat. Igen, a bocsiéknak turnébuszuk volt, meg a Borosnak ugye bekészített szobabicikli, nekem meg mondanák a szélszer és a promócióról, hogy Balázs bekészítettük az óriás csörgőkígyót, ahogy szereted. Feri, te tudjuk, hogy a gyapjas jakokért nagyon oda vagy. Jani, te pedig tudom, hogy idén májusban egy kőszáli kecskét akartál. Bolondos kedvedre. Hátra nézkőzöm. Igen, de letakarhatod a szemét, mert tudjuk, hogy nem szeretett, ha figyelnek szex közben. Isten. Hogy hol tart az emberi mélyrepülés tulajdonképpen? Többenet? De ott ennyire magas a GDP, hogy ennyire nem tudnak már magukkal semmit kezdeni? Tehát, hogy hát meg, hogy ez hivatalos. Engem az háborít föl, ugye erre nem, azt mondja... Nem tudták megakadályozni az állatvédő, dolgoznak rajta, nem engedték, azt mondták, hogy ez hozzá tartozik. Az, hogy az ember a saját szexualitását nyilván ugye nem gyerekeket, nem tudom, ront meg, akkor zárt falak között úgy gyakorolja, ahogy aha, tudja, és hogy ettől az állatban egyébként nem tesz kárt. Most kérdezem én, valaha valaki megkérdezte azt a kígyót, hogy ez neki jó-e? Ugye? Tehát, hogy mondják, hogy ez nem tesz kárt az állatban. Én azért beszélgetnék egy megerőszakolt macskával, hogy ő egyébként azt úgy kívánja-e, nem? Nem, hát ez konkrétan állatkínzás. Annyira el tudom egyébként képzelni, hogy a elkövetkezendő hetek némelyikében lesz egy olyan hír, hogy a ninja ruhába öltözött bodzoli állatokat, mert... a hamburgi állatbordéból. Na most, és akkor hogy van, hogy én bemegyek, és mondjuk én a milfekre gerjedek? Igen. Akkor én kérek egy skótjuhászt milfből? Tehát kérek egy 8 éves skótjuhászt, érted? Vagy te szereted mondjuk a, mit tudom, kicsit fiatalabbakat, vagy a feka csajokat, az afroamerikai csajokat, akkor te mit kérsz? Egy éves rackajukot. És mi van, ha medvét kérek? Megszerzik vajon? Hát ha azzal cicázol, azért azt megnézném. Úgy most humorizálunk, de hogy közben ez egy létező dolog. Vagy melyik állat a legdrágább, melyik a legolcsóbb? Ha kérek egy teknőst, az mondjuk 3 euró, ha kérek egy kicsi fiatal medvebocsot, vagy egy tevét, akkor az mondjuk 15 euró? Ha te bemész, nyilván a magyaros ízeket fogod majd választani, és akkor kérsz majd egy kicsit idősebb szürke marha tejnet. Szóval ez hogy van, hogy valahol a recepció mögött van egy
Egy kinti állatkert. Egy kinti állatkert, ahonnan azt a szerencsétlen állatot egyszer csak a nyakadba teszik, vagy a recepció meg, vagy fölhozza a szobapincér, a kecskét bevezeti, érted? Hát, és igen. Van két törölköző az ágyadon, és ott ül egy perzsamacska, és így rád kacsint, amikor belépsz. És hallgatják lent a recepciót, hogy ez a hang. A magyar srác valami nehezet kért, mert ez a teherlift. Igen. És érted, és megjön a dromedárod. És hogy szerintem el se tudjuk képzelni egyébként az emberi perverziónak milyen mélységei vannak. Tehát azon kívül, hát hogy az ember mondjuk szexuális kapcsolatot létesítsen az állat, hogy mit csinálhatnak még vajon? Tehát én nem hiszem, hogy minden esetben kutyát, meg nem tudom, macskát kérnek. Tehát mit csinál tényleg egy teknőssel? Vagy bármivel, nem? Vagy egy tarajos gőtével, tess. Na, azzal, azért azt old meg, nem? Egy teknőst etetni? Én azt gondolom, az egy bátor cselekedet, főleg, hogyha valamilyen nagyobb példányról van szó. Hát meg mire a páncélon áttöröd magad? Ne, nagyon súlyos. Egyébként a legtöbb esetben itt arról van szó, hogy az a lélektalan a dolognak, hogy az állatok nagy része szeret játszani. Aha, ja, és mondjuk, akkor azzal játszik? Igen, mondjuk egy medvével játszadozni azért szerintem nem annyira felhőtlen kaland. Feri, eljött az idő, hogy végre jót is tegyél a malaccal, úgy tudom, hogy fél óráig élveznek. Igen, nagy, hosszú elnyújtott orgazmus. Igen, és eljött a kunkori, a farkunk. Atya Isten. Ugye? Nagyon kell. Csak az vívtak egy ideig, hogy akkor most bezárják, nem zárják, igen, de nem arra jutottak, hogy egyelőre most az állatvédők jelen pillanatban ezt Németországban nem tudják megakadályozni. Nem tudják bezáratni ezeket a helyeket. Mert hogy egyébként meg az embernek ezt joga van gyakorolni, azt mondják, hogy vagy megteszik otthon titokban, vagy akkor már valamilyen ellenőrzött körülmények között csinálják ezt állatbordélyokban. Döbbenet. Hát azért úgy tűnik, hogy egy demokráciának is vannak hibái. Nem gondolnád ezt a németekről, igen, tehát ez valahol nem. Mondjuk Szenegálban, vagy mit tudom én, nem tudom, valahol ott Kenya környékén megtörténik, akkor azt gondolod, hogy hát azért adtuk, vagy dél-amerikai kecskepásztoroknál azért ott 9 hónapot kicsapod a legelőre, ott azért igen. Magányos vagy. Hát csak... már a kecske is kalandéig. Ott már a kecske is megjött, csak betérdelsz a kecske mögé. De azért érted. Magányos téli napokon a Kaukázusban azért. De hogy Németországban elképedve néztem a nincs riportot. Nincs valami, azt mondtad, hát hogy melyik a kedvenc, a kígyó. A kígyó, aha. És azt mondta, hogy megkérdezte direkt a riportot, hogy mi a sláger. És sajnos több állatot nem sorol, de hogy a kígyót nagyon-nagyon kedvenc. Valószínűleg nem a fekete mamba. De miért, ha jó fej a recepciós, egyszer becserél. Igen, ezt neked te rohadék. És hogy az állatoknak ez nem rossz, vagy nem fáj, ez de. Volt az egyik ilyen. Hát, attól függ, most a kígyót csak így magadra teszed, és attól élvezel, hogy ő kúszik ott a izén, a brain, akkor az nem fáj a kígyónak. De hogyha egyéb, tehát ha behatolás történik, az csak... Bennem nagyon sok kérdés van. Egy tehát például nem lehet. Igen, de például, ha nem csak az együttlétet nézzük, ami tök beteg nyilván, de hogy megnézik az állatot, amikor te visszaadod? Tehát most nézzünk egy gyakorlati kérdéseket, tényleg, hogy mi történik, neked egyben kell visszaadni, te kár tehetsz egy állatban, és ezt a német hatóságok egyébként megengedik. Hihetetlen. Döbbenet. De nem, komolyan nem hiszem el. És visszaadod a recepciónál, leadod a 10-es kulcsot, meg kimész sétálni, és mondod, hogy etessék meg a kutyát, rakják rendbe a szobát, egy óra múlva megkérek egy pizzát a szobában, és ott megvár a kutya, vagy visszaviszed, pórázod a recepciót, és ott ül már Jürgen nyakában egy óriás kígyóval, ott ül Hans egy kecskével, te megmész a kutyával. Elképzelem, hogy beteg állatok. Hogy? És ugye itt nem csak a fizikai külsérelmény nyomokra, vagy esetleg ne adj Isten belső sérülésekre kell gondolni, hanem itt az állatnál, hát, az intelligensebbeknél nagyon komoly lelki sérülés hát, is persze. Kialakul. Hát egy kutyánál azért, de csak hátra néz rá, hogy mit csinálsz. Kell vágni az összeset. Melyik mindegy. A legerotikusabb állat, tessék? Most már vigyük végig, hát azért ez érdekes. Tehát ha egy állatot kérhetsz, mit aha. kérsz? Tehát mi az, amiről ezeknek a betegeknek egyébként eszükbe jut az, hogy... Az a baj, hogy hát most próbálok az ő agyukkal gondolkodni, de nem megy. Én látok egy jó kerekseggű, jó vörös perzsamacskát, de nem. Tehát nem úgy visszanéz rám, villog a szeme, tudom, hogy brutál nagy hancúr lesz. Mindenki tudja, hogy tőgypárti vagyok, de még egyetlen tehénre sem igen, te azért cici perverz vagy, mondtad. Igen, tehát, csak a kettőnél több a kimeneti nyílás azért az sok. De hogy nem tudlak elképzelni, hogy úgy nagyon alá fekszel, és ott nagyon, nagyon becsukott szeme le. Tehát eszedbe nem jutna. Nyilván nem is vagyunk ilyen szinten perverzek, vagy elfuseráltak. Ja, hogy felejtsük el, hogy Romulus és Remus egy farkas szoptatta. Hát és milyen szép várost építettek belőle a legenda szerint, azért, hogy engem egy farka szoptatott volna, én is ilyen várost építettem volna, érted? Elképesztő, nem?
És ha én kérek egy tigrist, egyébként megszerzik? Én azt mondom, hogy láttam... Feltűnően sok kérdésed van ezzel a témával kapcsolatban. Nem, én mindig látok egy ilyen hírt, vagy nézek egy ilyen hírt, és elkezdek kattogni a gyakorlati megvalósításon. Hogy megyek be? Hogy kérem ki az állatot? Ki viszi föl? Ki viszi el? Mi van, ha bántom? Mi van, ha az állat sérül? Hogy adom vissza? Én viszem vissza? Visszaviszik? Medvét kérek, megszerzik? Azt mondom, hogy láttam Vegasban Siegfried és Roy fehér tigrist. Szeretnék, kifizetek 10 000 eurót, csak hozzatok egy fehér tigrist. Behozzák nekem a fehér tigrist? Nyilván nem, megöl. A medvére egyébként már harmadszor kérdezel rá, úgyhogy videót akarok, vagy az elsősorban kérek ki egyet, mert kíváncsi vagyok rá, amikor megkerülöd. Vagy azt mondja újra, hogy szeretik egy barna medvét. Uram, barna medvelem, szeretik azt sinni, de van két jó mosómedvénk. Akkor hozzanak egy mosómedvét, és tényleg fölhozzák a mosómedvét? A szobapincér? Aha. A londiner, aki behozza a bőröndömet, hozza a mosómedvét? Hogy? És hát az a remek kézi munka van, bekoszolod a pöpölőt és a medve meg. És a medve, jürge. És közben kiskerek gombszemekkel néz. Mondjuk te egy Playboy nyuszit kérhetnél? Ja, igen. Csodálom, hogy ezt nem jutott össze, de egy jó Playboy nyuszi. Egy jó bunny-t, finoman eljátszanál vele. És de mondjuk a disznót kérsz, megcsinálod, és utána feldolgozod. És bekérsz egy disznót a szobába. És mondjuk elmész zuhanyozni, és a disznó ott röfög a szobába. Az a baj, hogy ugye a Feri alapból nem kezdene vele semmi olyat, amiért ezt az állatot felküldik, viszont mire jönnének ért, addigra már gyakorlatilag konyha készre lenne. Uram, felbontva. Uram, ha megöli a disznót, az 200 euró kaució lesz, elnézést, már betölt fel, feldolgozva. Mondjuk veled egy disznó nem járna jól. Feri, igen. Hát figyelj, megvan, visszajön a lóvé legalább. Nem, te semmit nem csinál, csak eltüntetnél a szemtanúkat. Igen. És ki tudja, hogy előtte történt-e valami. Ferenc, mi csinált a disznóval? Sajnos már nem emlékszem. A kérdezzük a disznót, sajnos már ő sem emlékszik. Hogy hol van az emberi betegség határa egyébként? Ez a bolygó valóban megért a pusztulásra, nem? Hogy nincs értelmes utódokat remzni, nem is esetet, tényleg halljunk ki, és valahol tiszta lappal kezdjük újra, nem? De én is azt mondom, felperzserföl taktika. Behinteni sóval, várni 1000 évet, míg a természet regenerálódik, és te azt mondja, hogy jó gyerekek, kaptok egy x-edik esélyt, ki tudja már hányadik esélyt kapjuk, tessék. Megint hülyék vagytok, megint behinteni sóval. Ha azt mondtad volna tényleg, hogy Ázsia vagy Afrika, én azt mondom, hogy oké, na, menne van a pakliban, tényleg. Tehát a japánokról sok dolgot el tud képzelni az ember. Vagy, igen. Vagy tájföldön azért igen, történet. Igen, az ázsiai is elég aberáltak. Idézőjelben, de hogy Németország. És nők is mehetnek? Minden persze. Aha. És elhiszed, hogy viszik a halat, mint a cukrot, meg a polipot, meg az ilyen, tehát az ilyen nagyon aberált dolgokat? Elhiszed, hogy nagyon kérik? Igen, mert tehát a hal vergődik a levegőn. Tehát a bojlis pontyot, meg a... A bojlis pontyot, a bojlis pontyot úgy fog, mint a cukor. Igen, meg a szilvaórú keszege. Egy jó kék szárnyú kecsege, gyerekek, szerintem nagyon megy. Sokkolódtatok ti is? Hát, de most komolyan. Komolyan. Nem megyünk el? Tudom, fizeted, csak meg. Nem, magát a működést megnézni, hogy a fenébe történik. Hát érdekelnek az emberi aberrációk nyilván. Jó, ahogy magamat ismerünk, vagy magunkat ismerem, akkor mi ott először, ahogy megjelenik, abban a pillanatban lenne egy olyan razzia. mi hárman ülnénk a szobában. Feri, mikor hozzák a disznót? Hát én nem a disznót kértem, én a pontyot kértem. Halad, igen. Jari, mi ez a mosómedveit? Hallod, hát megkértem egy bónuszba. Félre ismeretetlen pozban kapták rajta Sebestyén Balázs, az ismert műsorvezető, egy pávián. Miközben Rákóczi Ferenc egy pávával játszadozott. Egy feltűnően vörösségű példánnyal. Atya Isten, tudtam, hogy a németek is azért betegek, de hogy ennyire, azt nem gondoltam. Ez a jelenség van, ha beszélünk róla, ha nem, akkor legalább ismerjük meg, hogy így van. Mik az emberi betegség mélységei. Vagy ha az írás nem megy, akkor legalább jelentsék fel őket. Igen, minimum. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.